Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 12 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk egy hosszú-hosszú hétvége után. Sok ilyet kívánunk mindenkinek. Sok ilyet. Csak kicsit több nappal. Sok ilyet. Azért annyira nem paraszkodom, mert volt. Persze volt, és szerintem egy ilyen két napon Balázsra váltottunk két szót kint a megszólás előtt, és ő is kérdezte, hogy milyen idő volt, és szerintem két napot azért kaptunk, ami egész jó volt. Hát a vasárnap a szinte tökéletes, szombat délután ilyen határeset. Szóval nem volt az annyira rossz. Gyerekek, én nem tudom, én csak a tegnapot tudom, az kellemes volt, azért kérdeztem a többit, hogy mi volt, mert nem. Esőtére a hétre azért várhatunk még, de megint jön egy ilyen felmelegedési időszak, azt hiszem, hogy talán pénteken kezdődik, és akkor már menjünk fel egy massív 20 fok fölé. Na, az egy május június lesz. Az jó, mert akkor legalább pára is lesz. Igen, azért ez a masszív 20 fok június elején ez lehetne örülni, nem? Tehát ez akár örömhír. Akár örömhír is lehet. Egyébként gyerekek. Jó, négy nap szünet, az volt a lényeg. Jó, tőlem eshetett, fújhatott, tök mindegy. Na hát igen. Egyébként jók ezek a háromnapos hétvégek. Ezek azért jól ki vannak találva. Most nem lesz ilyen, elég sokáig megnéztem. Nem, augusztus 20. Augusztus 20, igen, az én is számoltam valami. Hát, mindig kiszámolom, amikor jövök befelé. Pünkösd után az augusztus 20 a következő ilyen, ami lehet, de az azt hiszem az négy napos lesz. Igen. Arrébb. A kedre esik, vagy csütörtökre? Csütörtökre. Meg hát ez így nagyon jó hangzik, csak május 26-a van. Tehát jó, hát most akkor rakjunk be egy júliusi ünnepet. Átrát minket gyorsan lesz az augusztus 20, nem ezen a három hónapon így hangulatában. De most nem mondhatom azt, hogy júliusban lesz a következő hosszú hétvége, mikor augusztusban lesz. Május 1-ön el van engedve ugye a húsvét, aztán ugye az még április, aztán május 1 és pünkös, ott vannak jó pillanatok. Na. Hát most egy ideig ez nem lesz. Persze, ez a három hónapos kény. Hús! Így elröppen majd. Elmegy. Gyerekek, lehetek bolhás? Az nem lehetek. Lehet, persze. Ha minket kérdezel, lehetsz szokottan. Megkaptad az engedélyt, lehetsz bolhás. Van olyan, hogy egy ember bolhás? Van. Viszket? Annyira viszketek. De mitől kaphatod volna el? Más ágyba feküdtem, mint ahol szoktam. Az lehet? Lehet. De az nem bolha, keresztül. Tudod mi, mert a bolha elugrálós. Azaz, rühatka. Te rühös vagy. Nem aludtál birkákkal véletlenül? A birkákkal? Aha, azért annyira nem volt a görbe estém, hogy birkákkal aludjak, az nem volt. Viszont nem tudom, annyira viszket a jobb hónom alja reggel óta, gyerekek, de most tegnap este a saját ágyammal aludtam. Ott azért az csak nem fordulott elő. De ha előtte egy másik ágyban aludtál, az atka bevehette magát, és most, hogy már bemászott a saját ágyadba, az elhagyás viszket. Érted? Tehát már neked hiányzik az atkád. Igen. Tehát, hogy már, aha. Érted? Vagy nem lehet, hogy a saját atkáit költöztek vissza, amik erre a hosszú hétvégére kiköltöztek? De nem, otthon azért nincs ez. Nincs? Otthon nincs. Viszont más is viszket a családban, vagy csak te? Nem, csak én. Akkor az atka lesz. És csak a jobb hónom alja, de nagyon figyelj, durván. Én azt gondolom, hogy egy hosszú hétvége örüljen neki, hogy nem máshol viszket. Érted? Mégiscsak. Jobb hónalja szerintem az menthető, azt ki lehet magyarázni. Gyerekek, ez nagyon durva. Reggel erre keltem, és azóta nem tudom abba hagyni, mert konkrétan már véresre kapartam. A jobb hónaj egyébként jobb szerintem az egy achillészin sok férfinél. Nálam például tök fura, de a jobb hónajom sokkal jobban izzad, mint a bal, és aha, nem tudok rá megoldást találni. Már azon kívül, hogy mit tudom én, tüzes hasadővasra kiégetem. Lakmuszpapírra? Nem, azzal nem. De hogy honnan tudod, hogy ez jobban izzad? Mert sokkal nagyobb a tócsok, hogyha szürke pólót veszek fel. Lehet, hogy ezt jobban beszorítod a jobb oldalat? Nem tudom, de szemmel láthatom jobban. Nagyobb az izzadóás volt. Sokkal. Mindig érzem, hogy még meg se, a bal oldal még meg se indult. De még lehet, csak nem is, hogy is mondjam, még csak nem is gyöngyözik. Lehet, hogy kevesebb a stift, nem? Vagy csak egyszer tekersz a shiften, először kened azt, ahol kisebb a folt, és utána, ahol nagyobb, nem? Hülyeség, nem hülyeség, mert ballal kezdem el, és aztán ránézek az órára, passzus, már ennyi az idő. Ennyi. Is. Kevesebb stiftet kapsz a másik oldalra. A jobb oldalon kell kezdenem. De a jobb kezed az ügyesebb, tehát a bal oldalt kéne jobban bekend. Ja, azt is kenned jobban. Annyira azért nem béna a bal kezem, tehát úgy képzeld el, hogy a bal kezem annyira szerencsétlen, hogy így be a homlokomat kenem be. Egyszer végeztek egy kutatást, és azt mondták, hogy a jobbkezes embereknek sokkal több lyukas foguk van jobb oldalon, mint bal oldalon. És belegondolsz, hogy tök logikus. Igen. Mert erre visszafele most mi rossz. Mert balra kezdett, tehát jobbkezes vagy, és balra teszed be. Egyszerűbb. Onnan hozod át jobb oldalra. És hogy a jobb kezeseknek a jobb oldala sokkal rosszabb állapotban van. Aha, mert hogy balra kezdik a fogmosást.
és a balosoknak pedig ugye a bal oldaluk van jobb állapot, vagy rosszabb állapotban. Aha. És jobban szédítsik. Nincs ilyen kutatás mostában. De van. Azért meglepődnék rajta, mert a fogoros nőnk olvasta ezt a kutatást, ami nincs. Mert ő elmondta nekem, hogy egyébként ugye a jobbkezesek, tehát hogy az erősebbik kezeddel, az ellentétes oldalon mindig sokkal jobban szétmosod, szétcsiszolod az ománcot. Tehát sokkal kopottabbak az erőteljes fogmosás miatt. Ez ugyanaz az ellenkező. Lehet, hogy másik, mert pont az ellenkezőjét mondja. De nem. Ő is azt írja, hogy kopottabb, rosszabb állapotban van. A másik oldal, a szétmosás miatt. Ezt az oldalt meg felületesebben mosod. Nem tudom, mert te azt mondtad, hogy a jobb kezeseknek a jobb oldala rossz. Látszólagos ellentét van, de valójában nincs. Én azt mondom, hogy szét van csiszolva, azért, mert sokkal jobban, de nincs rosszabb állapotban. A másik van rosszabb állapotban, ezt kevésbé tudod mosni, mert bénán esik kézre. A kutatás ezer részét én már nem olvastam el. Én csak azt mondtam, hogy rosszabb, és utána jött még az ománc. Ez a második oldal volt. De az ománcot már elengedtem. Az ománcot már elengedtem. Miért olvasok ilyen közös kutatást, te fogdoki nőddel? És még mi minden történhet? Milyen közös cikkeket így olvasunk? Azért, mert ez egy női oldalon jelent meg. Ja, ez a feminán jelent meg, és nagyon szeretem a női oldalakat. Figyeljétek, ha váltsatok kezet fogmosás közben, ez a lényeg. Igen, vagy másik szájba tegyétek, vagy ellenkező oldalra vagy. Csináljátok, amit akartok. Úgy, de egyébként jó. Nem. Úgy mostok fogad, hogy akartok. Teljesen mindegy. De jó tudni egyébként, hogy balosok néha balra tegyék be. Uh-huh. Balosok néha balra tegyék be először, gyerekek. Ez a lényeg. Jaj, hát mit szóltok ez a káni sikerhez azért? Ez nagy dolog. Nagyon kemény. Ez nagyon nagy siker. Ez nagyon nagy siker, gyerekek. Hát 30 éve nem volt ilyen, és ha minden igaz, akkor ma hívjuk is a producert, mert hogy egyébként önnyilatkozik a legjobban, ha elérjük. Nem biztos, megpróbáljuk. Kint van Kálmán az egész csapat. Hogy tart-e még a parti, arra gondolsz? Egyrészt, hogy Leonardo DiCaprio milyen állapotban volt a parti, meséljen arról is, igen, mert hogy ő is kim van. Kettő, hát nyilván magáról a filmről, meg a sikerről, a forgalmazásról. Meséljen, még nem látta egyikünk se szerintem. Nem. Júniustól játsszák nálunk. Nem is értem, hogy miért ilyen késő jön be a moziban. Tehát, hogy van egy ekkora lehetőségünk, hogy drukkoljunk egy nagy közös magyar filmnek, hát miért nem intézik valahogy úgy, hogy akkor először lássuk, mire mondjuk kiérkezik. Ráadásul azért annyira esélyes. Hallod, olvasod, látod a filmmel kapcsolatos híreket, hogy mindenki ajnározza meg, mindenki dicséri, és mindenki odáig van tőle, és mi a trailern kívül semmit nem láttunk még belőle mi. Magyarok, nem lehet, hogy ugyanaz van, mint egy csomó külföldi filmnél, hogy azt mondják, hogy a magyarok lopják le a leginkább simán a filmeket. Mi kapunk meg legkésőbb. Emlékszel, volt erről egy hír, hogy az amerikai filmek is azért hozzák a legkésőbb, mert mi vagyunk azok, akik lelopják és fölteszik ilyen mindenféle. Ez simán lehet, hát nem szeretnek minket nagyon, igen, és akkor azt mondták, hogy ők se teszik föl. Hát vagy azt, hogy magyar forgalmazott még egyelőre nem sikerült találniuk, tehát hogy már a külföldi forgalmazók megvannak, nyilván a káni sikerekből kifolyólag, de a magyar forgalmazó meg még nincsen. Úgyhogy én tökre örülök egyébként neki, meg nagyon büszke vagyok rá, csak nem láttam belőle semmit. Nem, semmit. A másfél perces térelken kívül semmit. Mindenesetre azért az egy nagyon nagy dolog, hogy a második legrangosabb díjat hozta el Kámból. Azért az nagyon szép. Tehát ilyet nem is tudom, hogy mikor csinált magyar film, hogy ekkora díjat. Pontosan ilyet nem is csinált még. Igen. Ekkora siker sem volt, csak mit tudom én, 30 évvel ezelőtt. De ilyet, hogy első filmes és a második legnagyobb díjat hozza el, ez nagyon nagy plusz dolog. Plusz hármat, ugye összesen négy díjat. Egy csomó kisebb díjat is, igen, és akkor a nagy vasárnapi díj átadó gálán egyébként a szakértők szerint a legesélyesebb díjat hozta el. Tehát, hogy Arany Pálmát azért így ebben a formában ritkán hoznak el, de a zsűri nagy díját az abszolút esélyes volt, és el is hozta. Nagy dolog. Nagyon nagy dolog. És hatalmas sztárok is voltak ott, akik nagyon-nagyon dicsérték. Igen. Sophie Marceau-ról lehetett hallani, hogy ő nagyon-nagyon megdicsérte a filmet, de mindenki más is süvegelt rendesen. Ez nagy dolog. Hát ez egy nagyon, klassz. De jó, hogy egy picit úgy beszélnek rólunk, egy pozitív dolog kapcsán. Európában, igen. Igen. Na, mit csináltatok hétvégén? Mi volt? Ki merre volt? Az Eurovíziós Dalfesztivál. Mit csináltunk volna? Hát, együtt örültünk a 20. helynek. Gyerekek, én is belenéztem, pedig külföldön voltam, de hát mindenhol adták. Hát igen, mit mondjunk? Hogy nagyon szép volt, nagyon jó volt. Tisztes helytállás. És ott tisztes vagyunk. Helytállás, jaj, becsületes helytállás. Mondatot, igen. Becsületes igen. Helytállás. És Bogi elégedett, ez a lényeg, ő azt mondta, hogy ez a dal, ezt nem értették meg a külföldiek, azért vagyunk itt, ahol vagyunk, a 20. helyen, de ő szerint ez jó. És tulajdonképpen nézd, bejutottunk a döntőbe. Más meg be se jutott.
britek például, meg a németek egy darab pontot nem kaptak. Azt gondolkoztunk így, hogy mit csináltak a németek, hogy ennyire nem szerették őket. Csináltak ők most valami rosszat? Vagy ennyire rossz volt maga a dal, hogy miért nem szerették őket? Nem volt rossz, én nagyon csodálkoztam rajta, az a dal egyáltalán nem volt rossz, és ugyanez elmondható a brit dalra is. Biztos nem volt barátjuk. Egyik se volt. Igen, nem volt barátjuk. Rettetesen hazug ez a műsor egyébként. Belenéztünk és néztük egy ideig, ez minden mozdulat a hazug ennek a műsornak. A műsorvezetők, ahogy kapcsolják a többi ország műsorvezetőjét az elő. Tehát nagyon nagy máz az egész. Egy baromi hazug műsor. Rettetesen durván. Nekem de tényleg mindenki hazudik benne. A gesztusok, a műmosolyok, a tapsok, az üdvözlések, minden. Mindenki de ugyanakkor nyilván mindenkit. Jó. Mindenki szeret mindenkit, igen. De ugyanakkor nyilván nincs bele baj, meg kell ilyen műsor. Meg ez a svéd dal egyébként, ami nyert. Igen. Ez jó volt. Tehát hát nem volt rosszágon. Én továbbra is azt mondom, hogy a legalábbis számomra Ausztrália volt az, aki nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. Nem volt kellemes meglepetés igazából, vagy nem volt meglepetés, mert hogy az ausztrálok azért tudnak. És mi van, ha nyernek? Mit csinálnak az ausztrálok? Hogy a francban megyünk ki Ausztráliába? Akkor bővül az unió. Kettő, hogy hogy megyünk? Mit csinálnak az ausztrálok az Eurovízión? Azért azt mondja valaki. De azért, amikor a műsorvezetők együtt énekeltek Conchitával, végignéztétek? Én éjszakáztam, jöttem, mentem, visszamentünk, ezt bekapcsoltuk, és még mindig ment, és soha nem akarták abba hagyni. A finálé dal volt a legjobb. A műsorvezetők, a Conchita, mindenki a végén kivonult egy ilyen hatalmas nagy záró dalra, azt nem tudom, hogy az M1 adta-e, és énekeltek együtt. Ez egyik legjobb dal volt. Azért ez milyen lenne itt Novodomszkéval énekelni egy ilyen nő? Gundival. Gundival, aha. Egy nőférfivel, nővel, aki punci, de kuki, de kuki, de punci. Azért az de szakál, de haj, de mell, de nő. Azért azt én megnézném. Hát... Nem? Ahhoz előbb meg kéne nyerni, tudod? Tehát, hogy mi rendezhessük meg, az előbb odáig el kéne jutni, hogy nyerünk. Az osztrákok azért nagyon lazák voltak. Nagyon lazák voltak. Tehát ez egy nagy meleg ünnep is ez az Eurovízió. Tényleg, tehát hihetetlen. De nem, tényleg, tök jó. Bár én eljutottam odáig, hogy amikor megláttam, vagy elkezdtek beszélni a műsorvezető lányok, ugye hárman voltak, akkor már kapcsoltam át egy másik csatorna. Engem egy picit már fárasztottak egy idő után. Igen, mert a sajás műhárságoskodás, persze az egész hazug volt. Már iszonyatosan fárasztó volt. Akkor, a végén énekeltek, nem láttad? De. És amikor a stadionnak a különböző, vagy ennek a helynek, ahol ugye felléptek a különböző pontjain, elkezdtek mindenféle fúvósokkal játszani playbackre. Az így meg volt. A dobos fúvós produkció? Igen, nem mondom, akkor jó van. Jó van, ilyet mi is tudnánk. Hogy odáll egy ember hasonlál, és playback? Az nekem az egy picit sok volt. Mindegy, igen, de nagy bulit csaptak azért. Szépen megcsináltak. Tessék? Picit a 20-ra most azért odaértünk. Egy csodálom, hogy bármennyi pontot kaptunk. Figyelj, ahhoz képest mondjuk, hogy a Bay Alexnek, meg a Kali Sanders Andrásnak a teljesítményéhez képest azért ez egy picit csalódás. De miért, mit vártál ez a dal benne? Hát, hogy az első 10-ben? Nem, én nem vártam, 10-ben? Mert már az elején azt mondtam, hogy az első 20-ban lesz benne. Ez legyünk őszintén, azért egy rémunalmas dal voltam. Szóval, hogy szóval nem elég mindent a mondani valóra fogni, hogy azért háború ellenes, és akkor ezt majd ott megkaják, azért ez egy dögunalmas dal volt. Szóval, hogy tinglitangi, unalmas, nem slágeres, ez nem volt egy jó dal. De tehát, csak hogy... zeneileg nézve a Bay Alex dal se volt. De abban volt valami. Csak zeneileg nézed, akkor az is egy ilyen viszonylag egyszerű, enépítkező kis dal volt a Bay Alex nóta. Igen. És az mégis azért előrébb végzett. Ez ott volt, de azért Bay Alex egy jelenség. Mondjuk így, hogy fogja azt kérdezni. Meg a németek a kedvesemet a Geldwasselnek értették, és ez pénzmosás jelent, és ugye azt hitték, ez a csávó jó fej, fura akcentussal a pénzmosásról énekel. És hogy haza beszél. Pénzmosás, a pénzmosás. És azt mondták, ez jó arc, erre szavazni kell. Mennyi irónia van a magyarokban. De jó arcok ezek a magyarok, hihetetlen, hogy erről énekelnek, hogy pénzmosás. Úgyhogy kaptunk a németektől egy rahedli pontot. De gyerekek, ez nem volt egy jó dal. Szóval, hogy ennél kicsit pörgősebbet kell, meg jobbat, meg akkor szóljon még durvábban a háború ellenességről, vagy bármiről, de hogy Nagyon nem hittem benne. Drukkoltuk, mert drukkolni kell, de dögunalmas dal volt. Bár Bogi azt mondta, hogy ő egyébként nem szereti a svéd fiúnak, hogy jó volt a dal, de hogy ő egyébként, mint előadó, nem kedveli annyira a svéd fiút. Biztos túl sokat mozgott hozzá képest. Miért nem izzadt a svéd fiú? Nem izzadt! Teljesen ki voltam rajta. Ilyen dolog. Ezen gondolkoztál, hogy miért nem izzadt a svéd fiú? Igen. A hónaján, vagy mindenhol? A hónaján. Sehol nem izzad. A hónaján, mert biztos a felvétel előtt közvetlenül, mit tudom, egy forrasztó pákával neki estek a... Hát, hogy hallottad a tanácsodat, hogy be kell rakni ide ilyen papírfölitató szerkezetet. Egyáltalán nem izzadt, és annyira bosszantott, hogy nem izzad.
kimütötték az izzadó mirigyeit. Kimütötték az izzadó mirigyeit. Miért nem izzad ez a svéd fiú, amikor megnyerte és fölküldték még egyszer a színpadra, és még egyszer végig kellett tolni a dalt, és közben ott integetett, nagyon kiabált, nagyon-nagyon jó volt, és föltette a kezét, és láttam, hogy nem izzad. És ezen gondolkoztam még hajnalban is, hogy miért nem izzad. Izzadásgátlós a céling. Szerintem Galambos Lajos is ezen gondolkodott kezdve, hogy nagyon jó édes anyját, miért nem izzad ezeket? Nagyon fontos kérdés ez, hogy miért, hogy csinálták meg, hogy nem izzad? Raktak neki ilyen tapaszt valószínű? Az. Lehet. Na, igen? Az lehet, de a homlokára nem raktak tapaszt, és az sem izzad. És ott se izzad. Hintő poroszták? Egy vadabb alapozó van rajta. Hanyadjára nyertek a svédek? És mit tudnak a svédek, hogy negyedjére, azt hiszem? Sokat gyára. Négy vagy hat? Sokat gyára. Ők értenek a Europophoz, hát elég, hogyha csak az Abbára gondolunk. Az Abbával is nyertek? Persze, hát az az Abba ott tűnt föl. Így, ugye, ott bukkantak föl, és aztán rajtuk maradtak 30 évig. Hát figyelj, ami jó, az jó. De egyébként ők kellemes volt. Kellemes. Így van, a svéd neoton. Körülbelül. Egyébként így lehet, igen. Igen. Na mindegy, akkor most jövőre megyünk Svédországba? Megyünk, hát. Már nem, megyünk, de Bogi is azt mondta, hogy hát jól lenne egy temposabb dal. Azt nem értem, hogy ez most egy picit így magának kritika volt. Utólag azért nekem ezt az előadó nem mondja. Igen. Aki elé nekelte, mert bennem meg az, akkor miért nem választottál olyat? Vagy miért nem énekeltél olyat? Tehát ha már ő mondja, hogy utólag jó lett volna egy temposabb dalt énekelni, haló. Nem, hogy jövőre vigyenek egy temposabb dal. Aha, de ő nem vihet jövőre, vagy vihet? Megint? Ő nem. Nem. Ő, hát miért ne? Hát ő nem kizárok, aha, tehát ő indulhat, ő még egyszer is. Hát voltak olyan az Eurovízió történetében, volt egy csomó olyan előadó, vagy legalábbis több olyan előadó, aki majd többször is képviselte. Az a nehéz, mert lehet, hogy Bogi arra gondolt, hogy a Dal című televíziós produkciót meg akarja nyerni, és azt ezzel a dallal lehetett. A hazai válogatást. Ja, hogy a magyarokat már nem érek le a külföldre, hogy itt nyerjenek. Igen, igen, tehát Bogi arra gyúrt, hogy megnyerje az itthonit. És akkor azt ezzel a dallal meglehetett, és az már kint már lehet, hogy nem jó. Lehet, nem a jövőre meg. Láttátok, amikor az egyik ország produkciájában a színpadon megcsokolt egymás két nő és két férfi? Volt ilyen? Én ezt nem láttam. De valójában tényleg nagyon-nagyon-nagyon felszabadult maga az egész műsor. Tehát azért ott tényleg minden van. Közben rettenetesen sok meleg ünnepelt Ausztriában, ezt olvastam, hogy mentek, bulisztak, tehát hogy hihetetlenül szeretik például a... Hát akkor oda kellene figyelni, hogy olyan előadó menjen ki tőlük, aki bírja is az ilyen típusú terhelést. Tehát érted, aki fel tud oldódni ennyire. Ebben a multikulturális olvasztótékelyben beszéltem. ebben a multikulti olvasztótékelyben, igen. Ezt én nem láttam, ezt a produkciót válaszolva a hallgatónak, nem láttam. Hatan voltak a színpadon, és mindenki csókolózott mindenkivel, de én, akit láttam, fertő. Nagyon jó nézett ki. Igen? Az egy fiú meg egy lány volt az elején. Uh-huh. Az két fő énekes. De lehet, hogy a háttérben olyan párok voltak, akik saját nemükhöz vonzódtak, nem tudom. Mi? De volt sok. Volt sok. Ez jó. Érdekes azért. Érdekes. Valamivel föl kell dobni. Ja. Lehet, hogy egyre szélsőségesebb lesz az Eurovízió. Hát ez is olyan. Most képzeld el, hogy az olaszok nyertek volna. Hát ott jövőre nem lett volna a csokolozás. Ott berohantak volna. Na, azt mondja, hogy állunk játékkal se, hogy nem állhatunk, hiszen első napunk a múlt hét pénteken. Hát pénteken megnyertük a hetet. Behúztátok, jól van. Jó, persze. Zártátok a sorokat, és behúztuk. Jeleztük, hogy ezen a héten te fogsz játszani. Túlnyomó rész, de nem baj. Úgyhogy, de egy nap szabérmány, akkor bavartátok az egész hetet. De egy rövid hét, négy napos hét, nyugi. Gyerekek, hallgatok, ezt akarják, letolom. Nagyon azt jó. Nem tudjuk, hogy ők mit akarnak, mi ketten akarjuk a Janival. Döntsenek ők, jó? Írjatok nekünk SMS-t, aki játszana velünk, nyugodtan jelentkezhet játékra. Ákos híreit meghallgatjuk, aztán jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan. 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy új dal, gyerekek! Jó ez! Új dal volt itt nálunk. Hát tudatos vagy, Zsül? Születlen beesett. Moson új hely belterületén mosómedve sétálgat, igen. Sárga transporterből mérnek. Krafteros küldte nekünk. Milyen a forgalom az M3-oson Gödöllőig? Most indulok vizsgázni. Genetikából remélem odaérhet. Látunk valamit? Nem látunk semmit. Akkor biztos jó. Hát reméljük, hogy odaérsz. Igen. Genetika. Jelentsen ez bármit is, nem? M3-oson Pestfélre 109-es kilométernél fekete cuki kiskutya az út szélén, ne üssük el. Rita küldte nekünk. Siófok előtt a 65-ös úton trafi várja a száguldozókat. M3-as Budapest felé 107-esnél van, már a kutya haladt akkor 1 kilométert vagy 2-t. És Inotánál fehér autóból mérnek. De nincs más az M3-ason, úgyhogy valószínű meg lesz ez a genetika vizsga. Ha ezen múlik csak. Ha csak a forgalma múlik, akkor ez meg lehet. A készülésen szerintem több múl.
Igen. Bali, láttad a Fridinél bocskort? Érdekelne a véleményetek. Mike küldte. Láttad? Nekünk. Köszönjük szépen. Én nem láttam, gyerekek, de én az összes Fridit felveszem, mert én kedvelem azt a műsort. Uh-huh. Eleve egyre jobban szeretem a beszélgetős műsorokat, amik valójában tényleg szólnak valamiről, de nem láttam. Véntrocs. Öregszem, igen. Háttérműsorokat nézek, elemző műsorokat, beszélgetős műsorokat. Nagyon-nagyon kedve, amikor van időm, persze. Nézte valaki, vagy láttátok? Nem. Én eleve azt hittem, hogy a kérdés arra vonatkozik, hogy mit tudom én, be lehetett látni a fenyővillába az utcáról. Mert világosság volt, és valaki akkor... Nem tudom, ez érdekes helyzet lehet, mert hogy két olyan ember, aki 30 éve ismeri egymást, mi újat tud mondani egymásnak, az legalább annyira nehéz, mint valakiből, akit nem ismersz, szed ki azt, amit te tudod, hogy benne van. Igen. Tehát egy baráttal, egy haverral... Feltenni olyan kérdéseket, amikre tudod a választ. Amire egyből tudod a választ, kettő, jobban vagytok, három nem nagyon tud meglepőt mondani, hiszen az elmúlt 30 évben tényleg jobban voltak, és nem egy ilyen álbarátság volt, egy ilyen celeb barátság, hogy most elmondhassák, hanem tényleg jobban voltak. Így nehéz, nem láttam. A Nórit láttam, Majkát láttam, a Gesztesit láttam, a Medveckét nem láttam, de nem akartam magam azzal kínozni. Úgyhogy ki volt még? Más nem is nagyon volt egyedül. Most Gabi. Én azt várom valahogy, hogy ilyen meglepő nevek legyenek. Tehát amik nem kézenfekvőek mondjuk az ő baráti társasága a okán, vagy pedig nem kézenfekvőek mondjuk a csatorna okán. Tehát hogy valahogy hogy kellenek valamilyen meghökkentő párosítások. Hát akkor Medveczki az neked való volt, mert ő minden teljesített ebből a kritériumból. Nem tudok meghökkentő. Tudsz meghökkentő nevet, akit szívesen megnézni, és nem láttad 50-szer, és nem tudod, nem ismered az összes mozdulatát, és nem tudod az összes gesztusát. Magyarországi televízió iparnak a legnagyobb baja ez egyébként, hogy csinálsz te itt mindenféle esti, meg éjszakai, meg beszélgetős műsort. Van 50 arc, annak a fele dolgozik a te csatornádnál, a felét már eleve elfelejtheted, ettől szenved a Fridi, a Papgeri, a Pima Szúrotta, a Szig, mi is, bárki, mert hogy eleve 25-öt nem tudsz meghívni. A másik 25 meg már 25-ször körbe ment, és vagy nagyon érdekes, vagy nem érdekes, de hogy bár minimum voltak hát háromszor. Tudnék olyat, aki érdekel, és szerintem biztos, hogy izgalmas lenne, de ő meg valószínűleg nem lesz ott. Nem vállalná. Mert hogy igen, mert Hajdú Péter biztos közelbe lépne, ez a Puzsér. Hát ő most több szempontból sem lesz ott. Ugye? Több szempontból lesz ott, leginkább azért, mert hogy szerepel egy új RTL-es műsorban. Uh-huh. Oh. Tehát, hogy ő ezért nem lehet ott. Például. Aha. Meg hát ugye ők azért a Hajdúban legendásak. Nem, nincsenek annyira jóban. Rossz a viszony. Most nem tudom, hogy hány perük van. Igen, szóval mindig ugyanaz a 25 arc megy körbe. Nem? Nem tudsz újat hozni. Nem lehet. De nincsenek is nagyon többen egyébként. Tehát azért az amerikai létnácsokat, ha megnézed, 365 estére minden nap 365 világsztár tud beülni. Azért az milyen durva, és még mindig nem beszélte 3000-re, mert hogy vannak mondjuk 2-3-4 ezeren. És a legnagyobb még sztárok, meg világsztárok, színészek, meg mit tudom én. Behoztam még második vendéget, de az is izgalmas. Igen, szóval hogy azért ez egy baromi kis piac, és baromi nehéz. Nem baj, azért én még reménykedem, hogy egyszer feltűnünk a képen, jön a Fridi műsorában, vagy Pataki Attila, vagy Lady Dömper. Még a neveket, még. Hogy egyszer a Patakit meghívni a Fridihez? Aha. Hát, van abban annyi? Szerintem van. Ezt pont mi kérdezzük, akik ebből élünk kicsit? Nem, én imádnám. Az biztos, hogy megnézném. De akkor miért nem hívja meg a domináns tonalitást, érted? A fonaljárás nagymesterét. A domináns tonalitás vezérét. Hát akkor ilyen alapon már ilyeneket is meghívhatna, nem? Vendégünk vasárnap a domináns tonalitás nagymestere, vezére, nem tudom, hogy hívták a srácot, aki a fonaljárás azt gondolom, hogy ott is azért mégiscsak, még azért egy magasabb nívót képvisel. Még ennek ellenére is. Magasabb nívót képvisel, igen. Na mindegy, visszatérve a hallgatónak, nem láttam. Mike, de ha írsz róla valamit, akkor szívesen. Elolvasom, hogy neked hogy tetszett. Bocskai Fehér Szeádból, Bocskai Kertnél Fehér Szeádból mérik a Debrecen felé haladókat a dombról. Krisz küldte nekünk, mi pedig valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szia! Halló! Azt nézem, hogy hello Balázs, jó reggelt! Honnan jó reggelt neked is! Honnan hívtál minket? Balatonboglár. Balatonboglárról? Így van. Jó kis déli oldal. Hát annyira jó lenne, hogy nem szakadna az eső, hogy most már nem szakad, de az előbb még... Június közepétől már van szezon. Semmi. Azt mondják, júni közepe. Elindul a szezon hamar, véget is ér hamar nagyon. Egy másfél hónapos szezon megint lesz, mert hogy augusztus végén már hűvösödnek az éjszakák. Az milyen? Balázs, mivel foglalkozom? Hát
épületlapatosként foglalkozok, másodállásban pedig programozó. Programozó. Aha, az nagyon klassz. Kivel játszanám? Janival. Jól van, mehetünk is. Ja persze, nagyon szívesen. Nagyon helyes, Voltak egy napot helyettem, és most azt hallgattam, hogy egy hétig én, mintha egy hetet hiányoztam volna, nem egy napot, érted? Úgyhogy ez a beszéd, tessék, nem rám szállni, hanem Janira. Mehetünk? Mehetünk. 3-2-1, tessék. Balázs, Boglári lakos is vagy? Ott élsz? Somogytúrban lakok. Még egyszer, bocsánat, hol? Somogytúr. Somogy megye. Az Somogy megye, így van. És mi a foglalkozol? Lehet a kérdésem a szabályokkal kapcsolatban? Persze, parancsolj. Jó, azért köztudod, hogy a székes, világos tűnő várost, azt nem lehet kimondani. Jaja. Angolul mondanám, az úgy szabályos lenne? Beszélsz angolul? Tudok, persze. Jól beszélsz? Van egy B közép nyelvvizsgám. Szerinted én beszélek? Remélem. Reméled, hogy? Hogy tud beszélni angolul, esetleg magyarul is. Magyarul, az megy. Neked is? Jó vagy magyarul? Igyekeztem elsajátni azt a képességet, hogy születésemtől fogom megtanulni a magyarul, úgy érzem sikerült. Egyre kevesebb az időn, kérdezhetek én is? Szeretném, ha kérdezné te is. Szeretnétek kérdezni? Szeressük a kérdezni. Azt a mindenségit neki! Vége a játéknek, szép volt Balázs! Nyertem? Nyertél. Király. Hát ez egy érdekes játék. Figyelj, volt. Igazából én nem akartam sehol eljutni, sehonnan, csak azt akartam, hogy mondd ki azokat a nyomorult szavakat. Nem volt nagyon csapás irány, de Balázsnál sem. Tehát, hogy mindenki ráment arra, hogy valaki mondja már ki a másik, hogy hallja már a másiktól a tiltott szavakat. De ez tulajdonképpen ez a játék. Tulajdonképpen erről szól. Mind a kettőnk testerőtésen be volt szappanozva, vagy csúszkáltunk egymás kezéből. Olaj volt ez, igen. Apukám, olaj, nem szappan. Azt mondta, hogy kimondta a nemet, nagyon sokan élek, hogy nem lehet kimondani, kimondta ezt Balázs, hogy nem lehet kimondani. Uh-huh. Hát megnézzük, meghallgatjuk. Visszafel kikérjük a sólyomszemet, Balázs, aztán a hírek után mondjuk, hogy nyertél-e. Jó? Ajaj. Nagyon sokan írják. Nagyon sokan Balázs. Írják, ennyien nem szokták, hogy kimondta, méghozzá azt, hogy nem lehet kimondani. Nem, azt mondta. Balázs, ennyien nem szerethetek engem. Ja, most ahogy azt mondta, hogy emlékszel rá. Mi Ferivel itt békésen átszúnyókáltuk a dolgot, de meg se hallottuk. Én izgultam az életben maradásukért. Tudja, hogy kimondtam. Igen, szerintem is. Basszus, tényleg. Akkor viszont Janinak szól a taps. Hát köszönöm szépen, én nem is figyeltem oda, mert hát ugye annyira koncentráltam arra, hogy értelmes kérdéseket tegyek fel. De hogy megfordítottad? De hogy fordítottál a végén, hogy tapsolunk Balázsnak, és aztán mégis neked tapsolunk? Megfordítottad ezt a játékot. Balázs, nincs ajándékcsomag. Semmi gond. Biztonságedért meghallgatjuk, de ennyi SMS nem szokott jönni, csak ha... Persze. Köszi a játékot. Sziasztok! Ciao! Hello. Hogy áltattam végig, hogy még a játék befejezése után 10-15 másodperc, és még mindig azt hitte, hogy ő vél. Ennyi. Nagy király vagy. Hagytad, hogy kimondani, hagytad, hogy ünnepelje, és aztán hagytad, hogy én beolvassam, hogy nem nyer. Ez már olyan csavar, hogy hihetetlen vagy. Bocs, nagyon. Érted, díjat adó után visszavettük a díjat. Bocs, de ez még sem tűnt. Ennyi, igen. 2 perc van pontosan 7 óra, 1-0-ra vezetünk, jövünk Ákos hírei után. 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Anna visszahallgatta, és játékosunk kimondta, úgyhogy nem nagyon tudunk mit csinálni. Az egy más kérdés, hogy felvet egy hallgatónk, hogy műsorvezetők, hallgatók, Elena, a hallgatók mószerolják be a játékost. Ez is érdekes. Az igazságérzetük. Az igazságérzet. Ennyi. Ők egyszerűen csak tényszerűek. Igen. De hát igen, nem tudom. Uh-huh. Nem tudom, hogy ha hallanám, hogy én a játékosokkal vagyok, de a játékos kimondja, írnék-e felháborodott hangvételű SMS-t, hogy kimondta. Nem? Tehát írnátok? Szólnátok? Igen. Nem tudom. Szólná? Hát persze. De hallgató hallgatóval van. Én rendszeresen mi nem vettük észre? Az ORFK V-vonalát is, a Mamzer vonalat. Én úgy gondolkoznék, hogyha a műsorvezetők ennyire hülyék, hogy ott ülnek hárman is, nem veszik észre, megérdemli a hallgató, hogy legyen az övé a pont. Nem? Vagy ha már kimondta, akkor azért jelezzük, hogy kimondta. Csak itt hallgató nyom fel hallgatót, de hát ők egy tábort képviselnek. De hát persze nagyon becsületesek. Fölnyomnak, hogyha mi nem, de ha mi hibázunk. És na jó, de ellenünk vannak. Tehát, hogy persze, hogy fölnyomnak, hiszen hallgató játszik, műsorvezető ellen. De ők az igazságért vannak inkább. Igen, ők a mérleg nyelve. Már, és ki a mérleg két oldala?
Mi? Nem tudom. Ja, most ez így olvastál egy ilyet, mert hogy itt van szólások, mondások. És ez így ide illet? Igen, így van. Ne ez tarts... ügyességnek a honlapján vagyok fönt éppen. Ne tarts két vatos hatását tűzbe, milyen szerencsé, nem ez volt megnyitva, bár ez is ide illet volna egyébként. Például. Így van. Kétszer nem lépetsz ugyanabba a folyóba. Addig jár a korsó a kútra. Milyen szép, hogy ez megvan. Megvan nálad nyitva. Na mindegy, azt írja, hogy nem igazságérzet, egyszerűen spicli vagyok. Na ez, ja, ez a jó hozzáállás. De legalább ez őszinte. Tök jó. Ez a jó hozzáállás. Így van. Azt mondja, hogy meg vannak hűve a hallgatók, feladjuk magunkat. 1-0 lenne iga. Ide, igaz kis csalása, de kéne a pont írja egy hallgató. Tök jogos. Hm. Egyébként sokan írják, hogy ez most miért kellett, hogy a hallgatók bemuszárolják a hallgatókat. Hát ha mi nem vesszük észre, akkor legyen a mi hibánk. De akkor utólag vettük volna észre. Az nem vagyok benne biztos, mi ezt úgy átaludtuk, mint a húzat. Sehogy is, hát tudod, hogy év végén mindig visszahallgatjuk az összes játékot. Igen, igen. Annának van egy fontos feladata, év végén leül, és 360 vagy mint a 340 játékot, mint a december 22-ig vissza kell, hogy hallgasson. Tehát ez most sima 1-0 nekik. Erre mi történik? Vannak a vamzerkodó vérrel megáldott egyébként hallgatók, akik jelzik, hogy nehogy már a hallgató, aki elvileg az ő barátjuk, elvigye az ajándékcsomagot. És itt ki is mondtad az ajándékcsomag. Nehogy már neki legyen. Tehát ők ajándékcsomagirigyek? Akik írnak? Persze. Ő nem kapott, akkor más se kapjon. Lehet, hogy ez van benne, hogy nekem nem sikerült, nehogy már ő úgy kapjon, hogy közben kimondta. És még pedig akkor is ezt gondolod, ember, aki nem vette észre. Ha ő soha életében nem írt SMS-t ez a hallgató, aki most bemuszerolta, akkor is így gondolja. Nehogy már neki legyen. Mert ha ellenünk jelzik, azzal nincs baj. Hát tessék jelezni ellenünk, hogy ha kimondtad, hiszen nekik az a feladatuk, hogy észrevegye. Nem? De most Balázs a hallgatók ellen? Tehát nem. Ellenünk játszol, de a saját hallgatóid ellen is? Vagy a saját barátaid ellen is? Hát milyen világ ez? Annyira meg akarom őket védeni, nem tudom. annyira mondaná valami így jót, van, igen. Így van, de nem. Ilyen nem. Kis féltékenység a bögre miatt. Tehát valaki ezt ki is mondja. Jó, és akkor mi van, amikor megírják azt, hogy kimondtuk az igent vagy nemet, de valójában marhára nem mondtuk ki. Akkor mi van? Akkor is a féltékenység meg irítség? Akkor is a féltékenység és az irítség. Mindig. De ellenünk érthető. Igen. Tehát a de kamúznak. Hát jó, de aztán azt azért mi tudjuk, hogy kimondtuk-e vagy nem. Tehát az ilyen gyenge próbálkozás. Ezek mindig ugyanazok az emberek? Mindig ugyanaz az öt ember ír. Bárki játszik, ő megírja, kimondta. Kimondta! 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 Igen. Olyan nincs, hogy beletállítani a telefonon, hogy automatikusan elküldje? Kimondta! Kimondta! Nehogy már ajándékot kapjon az a gyökér. Tessék, így. Írja ezt egy másik hallgató, hogy gonosz vagy Balázs. Én... Hát felvetek egy morális problémát, felvetek egy nagyon fontos kérdést, egyfajta erkölcsi igazság tételt, vagy igazságosztást, vagy nem is tudom, mit vetek fel. Hogy ez fontos? Valaki hogy hallgató, nem oszerolja a hallgatót. Ha béna volt, nem jár ajándékcsomag. Pont, van ajándékcsomag, ami jelzi, hogy ő viszont nem volt béna. Hát azt nem tudjuk, hogy ezen szerezte az ajándékcsomagot. Igen. Ez. Erre szoktam mondani. Igaz, még ne úgy. Erre szoktam azt mondani, hogy ennyi kommunizmus nem múlik el nyomtalanul. Jó, ez jó. Írja egy hallgatónk, igen. Mi becsületesen játszunk, mint hallgatók, becsületesebben, mint ti műsorvezetők. Írja Miki. Na most ebből érzi, hogy nem írjunk már ki rosszul belőle. Ebből nem vettük észre, és magunkat ostorozzuk, hogy ilyen hülyék vagyunk, nem ószeroljátok egymást. Igen. Sajnos ez a magyar mentalitás, írja egy hallgató. Vagy arra gondol, hogy ha ő fölnyomja a másik hallgatót, akkor ő esetleg kap ajándékcsomagot? Ha az is lehet. Ha fociban lesgolt rúgnak, és nem fújják le, akkor sem veszik el 10 perc múlva. Jogos felvetés, igen. Ezért tart itt ez az ország, sajnos. De jó, hogy nincs atombombánk, igen. Ugye, ezt talán a Büdös mondta, hogyha ennek az országnak lenne atombombája, a saját magára dobná. Ez az ő dumája. Ez egy nagyon nagy duma. Először a szomszédra. Először a szomszédra, de nem jönne rá, hogy abban már ő is benne van. Igen, abban már ő is benne van. De vigasztal rá, hogy a szomszéd legalább rámegy. Egyel hamarabb hal meg a szomszéd. Na mindegy, gyerekek, de érdekes felvetés egyébként, igen. Ezen a játékon szereztem, jó Jani? Mondjuk én imádom, ezért tart itt ez az ország, sajnos. De hogy érted, hogy messze menő következtetéseket lehet levonni. Egy ilyen játékból. Egy fekete fér, igen, nem. Adjátok oda ilyenkor a csomagot a módszerolóknak, írja egy hallgató. Na persze. Aha, tényleg. Hát az milyen lenne, hogy motiváljuk őket, hogy jelentsd föl a saját barátodat a másik hallgató. Ne, legyen. Meg, ha hallottál. Jó, szerintem van ez jó, legyen egy Júdás csomagunk. Most van 50 módszeroló, kinek adod, hogy a másik 49, aki nem kapott, az nem kezdje mószerolni az első mószerolót. Játsszak le egymás közt. Holnap csak két mószeroló játszan egymással.
Nem kell túlmisztifikálni, magyarok. Zsolti küldte nekünk. Általán ennyire nem rossz a, ennyire nem rossz a helyzet azért. De mi történik, ha doppingolsz? Ez évek múlva kiderül, ugyanúgy elveszik. Nem? Bizony. Itt sem történik más, mint hogy egyébként a sólyomszem visszahallgatja, és aztán vége van a dolognak. Így van, évvégén, amikor Anna majd visszahallgatja, igen, úgyis kiderül, nem érdemes velünk szorkozni, srácok. Majdnem csúnyábbat mondtam. Nem, mert aztán úgy nem vettük észre, velünk nem érdemes. Úgy átment ez a nem rajtunk, mind a hármunkon, mint a húza. Te játszottál, mik a Feri Bambúr, én izé hanyat aludtam. Hagyjál már, januárban az első adásban jött volna neki a hideg zuhany, hogy vissza kell adni. Igen. És a tavalyi év visszavett bögréi. Ne is mondd, tele van velük a szekrény. Na, nem mondom a gyerekek, mert dobnom kell, nem mondom. Hullámvasút történetét hallottátok? Bizony. Hát ez szenzációs történet, gyerekek. Eleve az, hogy ilyen hullámvasút még működhet itt nálunk, ez már önmagában szenzációs. Na, ezt ne kezdjük el, mert az a hullámvasút az jó. Persze, mennyi rajta sokat. Én mentem is, jó azért is. Mennyi sokat. Nagyon, szép is. Igen, nagyon szép. Fa szerkezete van. Az gyönyörű. Nem mondd, hogy szép. Mi szép rajta? Na most, az egy mérnöki, az egy ács remek mű. Az volt valamikor 100 évvel ezelőtt. Az tényleg szép. Hát most elmegyek, veszek 4 járólapot, meg 3 deszkát, és Jani átjó hozzám, három nap alatt összeépítünk valami hasonló. Járólapból hallottad, Jani. Az nagyon szép, hogy régen épült, meg az nagyon szép, persze. Műemlék. Adják oda a közszáli kecskéknek, sétáljanak rajta, és építsenek valahol egy normális hullámvasutat. Vagyok azért részen, jó? Nehogy elsőnök. Na de, hogy ez a vérhullámvasút. Ez a hihetetlen giga terrorvasút, ahol nők sikítoznak, férfiak üvöltöznek, mert lent hagyták a ritikőjüket. Igen, és 3G nehezedik rád, amikor hihetetlen magasságban mész föl. Önálló életre keljen, és magától elszabaduljon, hát kérem szépen, mi folyik ott a Vidámpark maradványaiban? Hát a fejlődés, ugye? A fejlődés. Igen. A fejlődés az az, hogy ült valaki egy üvegkabinban, és azt látta, hogy nem izgulnak eléggé. Akkor megszokták. Nem, öntudatra ébredt a hullámvasút. Nem adok nekik kezelőt. Ugye csak mondjuk át, ha valaki ezt a történetet nem tudja. Hétvégén önálló életre kelt a hullámvasút. Megnézte a Terminátor, Skynetet, és azt mondta, elindulok. Ugyanis ez még úgy működik, meglehetősen egyszerű módon, hogy elől beül egy kertészgatyás, borostás, olajos kezű ember. Megtörli az olajos kezét egy még olajosabb rongyal, ami egyébként még olajosabbá teszi az ő kezét is, utána pedig rátenyerel egy nagy piros indít feliratú gombra. Indít, és elől ül a masinista. Így van. Ő a fékező ember. Ilyet már sehol nem látsz, gyerekek. Egyik országban sem, ilyen már nincs. Hát ott, mert nem bízunk a technológiába, ott az emberi tényező. Ebben lehet bízni. Kivéve most, amikor igen, ő nem szállt föl rá. A hullámvasút, és akkor itt a válasz a kérdésedre, hogy te ezt leósdizod, mert egyébként 30-al lehet menni a kanyarokban. Most, hogy nem volt fékező ember, 70-nel száguldottak a sikító utasok. 70-nel. Na de ez a kemény, de várjál, hogy indul el? Hát, hogy indul el? Ugye nem ült be kezelő, csak röviden történt, nem ült be kezelő, elől beült egy csomó vidám szórakozni vágyó ember, majd az a Skynet, a Skynet 1.0, az F800-as, az F800-as, egy alapterminátor, önálló életre kért a budapesti hullámvasút, és elindult a maga útján. Na most ez nem lett volna baj, a kezelő látta, szaladt egy ideig szegénykém, aztán ugye már nem tudott szaladni. Igen, csak legyorsult a kétszer, ha hullámvasút. Egy MiG-29 nem gyorsulul, és kezelő nélkül végig száguldoztak ott a magyar hullámvasúton a Vidámpark maradványai közepette, sikoltozva. Tudok, én még ha akarok, gondolta a hullámvasút öntudata ébredt, és elindult. És megmutatta, hát, hogy a karvas mi van. Hát mit van? Csinált a kezelő engem? Ez érdekel a legjobban. Hol volt? Hogy maradt a saját járatáról? Hát? Hasmenés? Egy hasmenés. Egy jó hasmenés? Aha. Valahol. Anyukánál volt a pénteki vacsora. Megyek, csövelek egyet, úgyis lassan szállnak be, látom rajtuk, nem sietnek. Ott még van két vart, cukros gyerek. Megyek a viharvasúton. Meghajtom a viharvasúton, aztán visszajövök. Dől belőlem a ciklon. Na most azért az kemény, amikor te úgy ülsz föl egy hullámvasútra a gyerekeddel, hogy látod, hogy a kezelő nem száll be, viszont pánikba esik, hogy elindultál. És rohan a vasút felé. És látsz egy futó embert. És nagyon rohan utánad a kezelő, és te már tudod, hogy pánikban vagy, valami nem rendeltetésszerűen megy, majd elindul a hullámvasút, ami azt hiszem egyből egy lejtővel indul, bizony, elindul fölfelé. És még kárőrben nem vissza kiabálsz a futó embernek, hogy előbb kellett volna jegyet venni, ha-ha-ha, de én a kezelő vagy. Te hülye barom, én a kezelő vagyok, hál' is meg. Hogy indul-e? Nem lejtőn áll a hullámvasút, tehát régen én arra emlékszem,
Megáll? Megáll, beszáll, kezelő ül, kertészgatja, olajos kéz, és elindul fölfele. Így van. Mi változott a Vidán Parkban, hogy ez a hullámvasút, ez a Skynet, a fa Skynet magára talált és elindult lefelé? Hát valószínűleg az indításhoz kell ember. Igen, úgy a kezelő ember megvolt, csak ő nem vette észre, hogy nincs fent a fékező. Nem volt. Lehet, hogy az ebédjét melegítette. Érted? Pont és még kérem, hogy még azért kicsit langyos kás, azért forró leszem a gulyást. De mert azért ez nem egy megnyugtató dolog. Hát nem. Tehát, hogyha a fékező otthon fönt a tetején elájul a 3G-től, mert nem bírja. Igen. Mert az első napja nekem kell majd lehoznom? Előre mászok és lehozom a Kacsó Pongrác felüljáró tetéről a vérhullámvasutat? Hát hogy ezért, van ez? Ezért szerződtetek nyugdíjas MIG pilótát a fékezőnek a hullámvasutra, hogy ne álljon. Topikám, te vagy az. Na, Topikám, csapasd. Nagyon menjünk akkor nagyon keményen. Nem, tényleg nem értem, hogy ön előül vagy hátul? Középen. Középen? Ő ül középen. Középen. Álcázza magát? Igen. Vidámnak? Azért, mert az gyerekek vattacukorra. Vattacukorra. Van egy olyan vattacukra, ami is ehet meg, mert el kell számolnia vele? Hát persze, plusz ugye a vattacukornak a pálcája, az maga a fékezőrúd. Ja, tényleg. És a hangra nyilatkozott, milyen félvük, azt mondja, hogy nem voltak veszélyben az utasok, mert ha kisiklik, se lesz semmi baj. Hát azért ez mondjuk így... Hát azért az ott vesz egy balost, ezért az ott megdobb arra. Mert van még utas, vagy mi? akkor kettő visszadönti, vagy hogy van ez? Volt már olyan is, hogy kiugrott a sín, vagy leugrott a sínről. Ja, azt hittem a kezelő. Na jó, én ezt nem csinálom tovább, és kiugrott a kacsokat, mondta, hogy na jó, nem, és kiugrott a kacsokat. Volt olyan is, hogy kiugrott a gombóc a fazétbe. Hallod? Állítólag tölt a kanyarom, és fenn volt az egyik kerék, a külső íven a kerék felemelkedett. Hát ez egy szörny. Na, volt szerinted unalmas ez a hullámvasút? Látod, nem, hogy nem? Hát tehát iszonyatosan ment. De szerencsére volt fent a kocsiban néhány mancsaft, és kidőlt az ellenkező irányba, és visszaborította? Figyeljetek, szerintem csak az derült ki, hogy egyébként, ha nem lettek volna a fékezők, akkor a hullámvasút sokkal izgalmasabb lett volna. Hosszú évtizedeken keresztül. Én sem erre gondolok, nem? Hogy hosszú évtizedeken keresztül fosztottak meg bennünket a kezelők attól, hogy igazán élvezük ezt a hullámvasutat. Mert vagy féltek, vagy 30-al mentek, vagy 20-al. Így van. Kérdezi egy hallgató, hogy egyébként felesleges találgatni, meg kell nézni, mit ír a fekete doboz. És kérjük ki. Tényleg. Jogos. Megtalálták már a fekete dobozt? A fekete fa dobozt? Jogos, mit mond a fekete fa doboz? És akkor ezentúl, ha én megyek, akkor figyeljem, hogy a fószer bent ül-e vagy nem, és nézzem meg, és jelezzem, ha nem. Most már szerintem kettő fog menni. De nem fogod tudni, hogy ki a fószer. De hogy nem. A kertészgatyában van, és olajos. És középen ül. Így van. Középen ül, és nagyon nyugodt. És nagyon nyugodt. És nem eszik a vattacukorból. Hiába kínálod, sós perecelő nem eszik belőle. Azt szerintem mindenképpen. Na de most akkor én ezen túl nézem, hogy ott ül a fószer? Kérdezz meg, hogy elnézést. Maga a kezelő, hagyjon már az unokámmal, vagy elnézést maga, takarodjon már. Nem, én nem vagyok a kezelő. Anya, egy bácsi zaklat. Egy bácsi nagyon fél, és azt kérdezte, hogy én vagyok a kezelő. Na mindjárt megkérdezzük, hogy mi történhetett itt valójában. De akkor most tényleg lehet attól félünk, hogy esetleg a hullámvasút elhagyja a helyét, bekopogtad egy zuglói lakásba, és megkérdezi, hogy Sarah Connor? Tehát, de nem. Igen, összetép egy telefonkönyvet, igen, és azt mondja, Wolfi halott, vagy a kutyát halott, vagy mi baj a Wolfinak? Mi baj a Wolfinak? Semmi. Azt a nevelőszüleit hallottak. Ifa Hanga Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó, milyen régen beszéltünk már? Nem tudom, nem számoltam. De hiányoztam. De érezik hallgatóan, igen, a sajnálkozás. Hol volt az ember? Minket ez érdekel a legjobban. Mit csinált a kezelő? Eltette az ergéket? Nem. Hát az történt, hogy ugye egy ilyen folyamatosan működött aznap is a hullámvasút, ez ugye szombaton délután volt, és néhány percre leállt az üzem, szólt a kezelő, hogy azoknak, akik akkor a peronon várakoztak, ugye mindig egy szerelvényi embert szoktunk felengedni a perorra, tehát amennyien a következő szerelvénybe beférnek, hogy legyenek kedvesek várni egy 5 percet, és azután indul a hullámvasút, addig ne üljenek be a szerelvénybe. És hát itt a probléma az volt, hogy hát mégiscsak beültek, de most ugye amikor be van húzva a parkolófék az állomáson, hát az a parkolófék az arra van méretezve, hogy üresen álló hullámvasút megy a telemére állnak. Ez a parkolófékon egy vascső, ami egy kézifék, nem? Vagy ez egy mechanikus, egy gomb? Ez egy pedállal működő kézifék, amit ilyenkor pluszba kiakasztanak, és akkor hát ennek van egy olyan fékerje, ami megtartja a szerelvényt. De várnak egy péglát, vagy hogy technikailag ez... Hát gondolom, hogy technikailag ez úgy néz ki, hogy ez egy 3 kocsiból álló szerelvény, és a második kocsi elején van egy fékező
hely, ott ül a fékező közben, és egy pedállal működteti a féket, mert közben ami a kanyarban kell, és amikor megáll az állomáson, akkor a parkolófék működése ennek a dolognak az úgy néz ki, hogy ilyenkor hát kicsit az van imitálva, mint hogyha ott folyamatosan ott van a lába, de az egy ilyen kiakasztható kalantyú, tehát nem úgy kell képzelni, hogy oda teszem. De az a lényeg, hogy be van húzva a parkolófék, de hát az arra van méretezve, hogy üresen megtartsa a szerelvénynek a súlyát, mert ugye azért indulhat el egyébként, mert az állomás végén már kezd lejteni, hát a lejtő viszi el a felvonó pályáig, és tehát végig ugye a fizika működteti, a magában a szerelvényben nincsen semmilyen motor, meg ilyesmi, azért megy végig a pályán, mert ugye van egy ilyen fizikai törvényszerűség, hogy ezek a dolgok lefele szoktak menni. Tehát itt igazából az volt a probléma, hogy hiába szólt a kollega, az ott várakozó utasok közül néhányan, mert hát ugye a többség az mindig szépen betart. Hát vagy külföldi volt, nem mondta a kolléga, állj, pisilok egyet, no beszállás, no entrance. Tálalok egy brownit, aztán jön. Nem volt, nem. Négy angol, négy nagy testű angol, egy fingunk nincs, hogy mit mondott ez a kezes lábasban kiabáló csávó, ez nem lehet? Nem voltak külföldiek, de egyébként ott az elején szépen ezt be is tartották, aztán volt, aki úgy gondolta, hogy hát mégse. Na mindegy, és ugye akkor beszálltak, akkor persze elindult a szerelvény, ami hát kétségkívül így nem nagyon szerencsés, de azért az nagyon jól fogalmazva. Ez így nem indulhatna el ettől, mert átlatlanul beszállnak. Először is ugye, hogy miért van fékező. Mert azért a világban járunk és fölülünk hullámvasútokra, nagyon kevés helyen látunk fékezőt, hát konkrétan az egész világon 10 olyan hullámvasút van, ami még olyan régi rendszerű, mint a mi hullámvasútunk, és fékező kell hozzá. Nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek, de fogjuk fel úgy, hogy jaj, de jó, hogy ez ilyen régies. És na ilyen, most, ez egy különleges, van, aki azért jön Amerikában, mert ilyen különleges régi hullámvasútra akar felülni. Nem, ezt ne higgyétek el, ezt azért ne higgyétek el. Nem. Kb. Ezért látok egyik a piramisokat is, nem? Ugye? Na most a fékezőnek az a dolga, hogy a kanyarban fékezze a járművet, tehát nem amikor nagyon fölgyorsul, hát a hullámvölgy alján persze, hogy nagyon fölgyorsul, azért van a hullámvölgy, tehát ez a célja. A kanyarokban, mikor fölgyorsul, akkor feladata, hogy fékezzen. Na most mi történik, ha nem fékez? Hát nem az, amit mindenki gondol, hogy kisiklik, lerepül a pályáról a szerelvény, és ott a semmibe zuhan a szerelvény a rajta ülő emberekkel. Ilyen a hullámvasúton nem tud lenni, hogyha valaki jól megnézi, akkor az a nyompálya, amin fut a hullámvasút, az egy U-alakú vájatban van, így van kiképezve ez a fa szerkezet, ami a pályát tartja. Tehát, hogyha a kerék lejön a sínről, akkor az történik, hogy ugyanúgy a pályán tartja jobbról és balról ez a fal, ami olyan magas, mint a kerekek meg a futómű maga. Csak egyszerűen nem fut tovább a sínen, hanem fölakad, mert ugye nem sínen fut tovább. Ez a külső íven két kerékre állt, ez nem volt. Így van, és akkor egyszerűen gyakorlatilag egy ilyen vészfékezés történik, és megáll. Tehát ha nincsen fékező rajta, akkor nem az a probléma, hogy akkor hogy majd elszabadul, és bárki veszélybe kerül, hanem az, hogy akkor előbb-utóbb valamelyik kanyarba így el fog akadni, történik egy ilyen vészfékezésszerű dolog, és akkor persze utána nem lehet csak úgy újraindítani, hogy ja, akkor fölengedem a féket, ki kell szállni az utasoknak, végiggyalogolnia. Vannak ilyen lejáratok, hát bárhol megáll a szerelvény, onnan le lehet jönni, az úgy van kiképezve. Szuper biztonságos. Ezért ez megnyugtató. Elnézést, hát hibás üzemmód, kérem, sétáljanak menetirány szerint jobb oldalok. Nagyon szeretem. Itt azért el kell mondjam, hogy ez bármely hullámvasútnál tessék megfigyelni, hogy csak addig van lépcső létre mellett, amíg a felvonó pálya történik, a modern hullámvasutaknál így van, és utána menet közben hát van, hogy csak egy vascsövön fut az egész, tehát ott nem is lehet kilépni vele jobbra-balra. Az ilyen típusú hullámvasutaknál, mint a miénk, ott annyira rámentek a biztonságra, hogy végig mind a két oldal jobbra-balra van egy ilyen pálya, vannak lejáratok. Azért olyan hullámvasut a világban tényleg nincsen sehol máshol, ahol még a baleset is unalmas. Ez jó, én ezt szeretem, ezt a fajta magyar valóságot, ez jó egyébként, szeretem. De ugye hát itt nem volt baleset, tehát ez egy üzenet. Nem volt baleset. Kiderült, hogy a fékező emberünk egyébként hogy maradt le a saját járatáról? Engem tényleg ez érdekel a legjobban, hogy elment pisilni, tényleg látott két kőszáli kecskét, és volt nála egy kis zócsemege. Nem elment egy kávét, mert annyira bealudt. Tehát, hogy valójában emberünk hol volt? Azt közben tudjuk, nem mintha baj lett volna ebből az egésznek, nem volt baj, hál' Isten, csak hogy mit csinál? Nyilván valami teljesen hülye, egyszerű oka volt, hogy ő lemaradt a saját járatáról. Ugye hát igen, amikor időnként előfordulnak olyan biológiai szükségletek, aha, hogy oda ugye el kell venni, na most ilyenkor ugye mi van? Hát az hogy
Valaki rohadtul dörömbölt a budi ajtón, csak nem tudták, hogy ő az. De nem, mert nem is jutott el odáig, csak szólt, hogy akkor legyenek kedvesek, ne szerjenek fel a hullámvasútra, 5 perc múlva fog indulni, és akkor egyszer csak azt látja, hogy hoppá, páran fölültek, és akkor... Azért ez mindegy összvisz a pisedésből, és rohansz a saját szerevényed után, és 3 kövér német így ül, nagyon egy vatta cukoron, és ők se értik, hogy ez most miért indult el. Ebben nincs egyébként egy olyan biztonsági rendszer, ami ezt megakadályozza, vagy legalább egy kicsit visszafogja a hullámvasutat. Biztonsági rendszer, minden hát, ugye a biztonsági rendszer alapesetben a fékező, aki végig ott. Hát, na, de ő nem volt ott. Uh-huh. Igen. Na most, hogyha nincs a fékező, akkor az a biztonsági rendszer lép életben, hogy ugye a tehát, ahogy mondtam, a fékező fékezése az nem azért hiányzik, vagy kell, hogy a biztonság akkor azáltal csökken, ha nincs fenn a fékező, hiszen hogyha lejön esetleg a síről a kerék, akkor azonnal megfogja jobbra-balra ez a bizonyos vájat, és ez is történik ilyenkor, tehát de a biztonság az nem csökkent le ezáltal. Az utasok biztonságérzete az csökkent le ezáltal egyrészt, és másrészt ugye egy olyan üzemzavar alakult ki, hogy ilyenkor ugye nem lehet azt mondani, hogy ezt a biztonsági fékezést akkor utána feloldjuk, hanem akkor ugye ahhoz oda kell menni a műszaki kollégáknak, vissza kell tenni teljesen a kereket a sírre, és akkor tud tovább gurulni, és akkor azok az utasok, akik viszont betartották azt, amit a kollégám kért, hogy legyenek kedvesek, ne szálljanak fel, hát azoknak jóval többet kellett így várni, mint amennyi. Igen, de ha ezek után ez ilyen biztonságos kezelő nélkül, akkor nem lehet, hogy mindig így menjem. Egy jobban érezték magukat, gyorsabb volt, gyalogoltak, kicsit sokkal szórakoztatóbb volt. Hát ha ennyire biztonságos nem. Kezelő nélkül, akkor minek a kezelő? Kis izgalom lett volna. És azért is foglalkozunk ezzel, megnézni, hogy lehet az ilyen eseteket is elkerülni, mert ez nem az volt a probléma, hogy bármi olyan dolog történt volna, ami az utasok biztonságát úgy veszélyeztette volna, hogy tehát, hát ezt nyilván elmondtad. Mindenféle ilyen kommentárokat hallottam, hogy horror a hullámvasúton, meg egyéb ilyen dolgok. Csak az lenne. Hát, ahogy elmondtad, itt a veszélyesebb otthon feküdni a kanapé, mert leeshetsz. Igen, van. De minden esetre a probléma viszont az, hogy ugye azzal is kell foglalkozni természetesen, hogy az utasok biztonságérzete milyen. De ebből a szempontból azért ez nem ideális, meg ugye nyilván abból a szempontból sem, hogyha mind mondjátok, hogy hát akkor menjön fékező nélkül, mert minden egyes alkalommal menet közben valahol ugye ez a biztonsági fékezés, amit a jobbról, balról ez az oldalfal biztosít ilyenkor megállítja, és akkor minden egyes alkalommal mondjuk fél óráig tart, még újra visszatesszük a pályára, üzembe helyezzük. Így biztos, hogy nagyon nyögvenmenősen menne a hullámvasút. Még szerencsé, hogy nincs ebben ilyen hurok, mert hogy akkor jött volna vissza a kezdet. Állj meg, Marika, állj meg! Rossabb egy piros gomba, és megáll a hurokba, pont. Nyomj egy tapot! Marika, állj meg! Volt ilyen az arkanzasi hullámvasúton, hogy fejjel lefelé lógtak az utasok fél órán keresztül. Ehhez képest azért, Zoli, sehol nem vagyunk. Fél óráig lógtak, fejjel lefelé fügtek tulajdonképpen. Halálra lémülten. Azért az kemény. Nem véletlenül nincsen hurok, ugye lehet azt mondani, hogy nah, ezek a régi rendszeri hullámvasutak, amiből már csak 10 van a világon, és amilyen ilyen kis, akkor biztos a régi technikai megoldások miatt kevésbé biztonságos, mint az újak, de nem erről van szó, hanem az, hogy éppen a régi megoldások miatt a pálya geometriába kevesebb játék lehetőség van. Uh-huh. Tehát nálunk nincsen átfordulás, nincsen olyan, hogy fejjel lefele lenne valami. Az összes hullámvölgy és hullámhegy az mindig egyenes pályán van. A kanyarok viszont mindig vízszintes pályán vannak, mert ez a pályaszerkezet csak ezt bírja el, ugyanazzal a biztonsággal, mint a modern hullámvasutak amikor igazából nagyon jó ki lett találva 1922-ben. Igen, a 100 éve. Valójában ez az eset is bebizonyította, hogy amikor nincsen rajta fékező, akkor tulajdonképpen az a biztonsági rendszer, amit ezek az oldalfalak jelentenek, az automatikus. Hát, jó. Igen. És akkor közelíti meg azt az izgalmi szintet, amit mondjuk egy Bajza utca Kodály körönt utazás jelent. Ez szemét vagy. Nagyon jó. Gondoltad valaha, Zoli, hogy még hullámvasutakról is neked kell majd nyilatkozni? Nehogy örültetek, mikor megkaptátok a Vidán Parkot. Most meg a hullámvasutak menet teljesítményéről, meg balkanyarokról kell nyilatkozni. Azt hitted, hogy befutatjátok repkénnyel, aztán mehetnek rá fel a majmok. Mehetnek rá a kecskék, mi? Aztán most meg egy elaludt kezelőről kell itt nyilatkoznod. Na jó, van, nem történt baj, mi is csak humor. Ez a lényeg. Valami újdonság az állatkertben? Hát egyébként a hullámvasúttal kapcsolatban is van újdonság, mert hogy ezen a héten pénteken lesz a Mutatványosok Éjszakája nevű programunk, amikor este 7-től évfélig lesznek programok ebbe a bizonyos Hol nem volt parkba. És a hullámvasút
vasútvonalat is érinti ez a dolog, mert esti hullámvasutazásra is lesz lehetőség. Valamikor nagyon régen a hullámvasúton volt világítás, és akkor ezt meg lehetett oldani, hát az elmúlt években ilyesmi házlámpák voltak. Tehát ezt csak nappal lehetett eddig hullámvasutazni, és éppen most készült el, már meg is csináltuk a próba üzemét az éjszakai világításnak, úgyhogy még most éjszaka is lehet hullámvasutazni. Na most várjál, hogyha éjszaka foglak hullámvasutazni, tudja, hogy elasszanak. Tehát, hogy így se túl... Így se túl pörgös a produkció, de ha éjszaka majdnek fel, biztos, hogy elindul, és visszafelé már csak egy ilyen hortyogó ütös közösséget fogtok látni. Hát azért én ezt nem hiszem. Az a helyzet, hogy a hullámvasút a legnépszerűbb játékok közé tartozik. A tavalyi nincs nagyon más, Zoli. Legyünk őszintén. Nincs nagyon más, basszus. Tehát most komolyan. Miért ott van a körhinta is, na? Ugye a műemlékjátékok közül, tehát 4 műemlékjáték van, és ezen kívül még 2 az, amit átvettünk, tehát összesen 6-ot vettünk át annak idején a Vidámparttól, akiktől megörököltük ezt a területet, és a 6 átvett játékon kívül még továbbiakat beállítottunk. Ezek olyan játékok, amelyek régi típusúak, de ugye újonnan kerültek beállításra, tehát nem ez a ilyen mindenféle nagy hidraulikus szerkezetek és diszkó feeling, hanem inkább a régi idők városligetének a hangulatát felidéző játékok. És arra nem gondoltok, hogy a Vidám Parkot és az állatkertet úgy ötvözitek, hogy jövőtől, mit tudom én, egy foltos szurikáta lesz a kezelő, és ő ül bent, vagy beültetitek a medvét kezelőnek. Vagy ilyen fajta cintányéros majmot. Ilyen fajta összemosódás nem lesz? Hát hasonló ötleteket már hallottunk meg, hogy majd akkor a hullámvasút az majommászóka lesz. Hát volt konkrétan tényleg, aki kérdezte. Hát az a helyzet, hogy most már azon a területen, amit ugye a Vidám Parktól örököltünk, ahol nem volt parkban is vannak állatok, 30 féle különböző állatot mutattunk be. De abban az állatkert elkötelezett volt, ezt már elején megmondtuk, hogy azokat a régi műemlékjátékokat, amelyek megőrzésre érdemesek, amelyek a régi városliget hangulatát idézik, és amelyeket egyébként annak idején a Vidám Park is, amelyik 1950-ben jött létre, az egykori angol parktól, illetve a húslétől. Azt megtartják. Hát azokat, igazából ezeknek szeretnénk jobb gazdái lenni, mint annak idején a Vidám Park volt. Mondjuk például a Mesecsónaknál, ami a hullámvasút alatt található, ott például volt egy óriás, ami ott szuszogott, biztosan emlékeztek rá. Hát az valamikor pár éve szétfagyott, és akkor aztán ott nem volt semmi, mert ugye az volt a megoldás, hogy ha szétfagyott, akkor most már nincs. És mi például helyreállítottuk az idei szezon kezdetére, ez már megvolt, vagy például volt egy műemlék céllövöl, de ott a hátfalának vannak 100 éves elemei is, ez a mozgó fém hátfal, nem tudom, hogy erre mennyire emlékeztek, igen. Mert az elmúlt 11 néhány évben már nem lehetett találkozni a Vidám Parkba, a darabjait megtaláltuk egy raktárba, és hát pedig ez egy műemlék dolog, és akkor ezt is helyreállítottuk, úgyhogy a tavalyi szezon vége óta ez is működik. Persze, nem is bántani akarunk benneteket, csak szerettük ezt a hullámvasút a sztori. Zoli, köszi, jó munkát nektek, ciao. Köszönjük szépen a Zolinak. Ciao. Ő is jó, nyakába vette még a hullámvasutat. Nem, meg a meredől, meg a milyen síkban van, meg a... Miért vagytok erről, mit mondjak? Hát azért most kellett neki kapaszkodni hétvégén, igen. De milyen rémtörténetek lehetnek egyébként a hullámvasut történetében? Képzeljétek, hogy mesélik egymásnak, és egyszer valaki kilögybölte a fontáját. Nem lenne baj ezzel a hullámvasúttal, ha lenne egy másik, ami valójában jó, szerintem. Tehát üljünk föl, zakatoljuk, nevessünk, hogy hú, de jó volt 100 éve, csak legyen valahol egy jó Vidám Parkunk, nem? Ami azért lassan most már tényleg minden országban van. 7:30 múlt pontosan 8 perc, 8 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Érdekes dalok ezek mostanában, nem? Igen. Mi ez a keregő hang? Nem hallott a keregő hangot? Keregő? Egy ilyen hangot hallottam, mint a furtak. Az lehet, hogy az lehet, hogy a könyököd szól már ilyen rosszul. Na érdekes kis dalocska volt ez. M7-es Balaton felé az első Ajip-kúton egy járőr kamionnal előzni tilos, és én pont előtte, de meghúztam. Az M0-ás vége, az M7-es és az M1-es között hatalmas dugó. Köszönjük szépen. Mit húzott meg, vagy ki, vagy hogy, vagy mi? Nem menj bele, engedd el. 66-oson a kölyüki kanyarban törött autó. Engedd el, Jenny Jani küldte ezt nekünk. Aztán Trafipax le is fotózta, gyors hajtás a városban, 50 helyett 70-nál, ezt Józsi küldte. Nekünk köszönjük szépen. Írjátok meg azt is, hogy mi a helyzet a Lánchíd, hogy nem járt-e arrafele, vagy jár mostanában Zsuzsák Balázs, hogy nehogy esetleg probléma legyen. Mivel robbant le Balázs? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Annyit tudunk csak, hogy van neki 3 egyféle típusú autója, a B betűs, ből és az összes többit, amit... Hát mi az a B betűs? Porsche. Ezt kimondhatjuk, hogy Porsche. Ja, jó, hát most mit tudom én, te kimondhatod, de hát ki
vagyok én, hogy egy Porsét a számra vegyek. Nyugodtan, nyugodtan. Ja, akkor ez megtörtént. Ez nem reklám, ugye. Ettől még nem rohannak be az emberek, és vesznek 30 ilyen darabot. Ugye 4 Cayenne, 3 B-Turbo 911-est, és 3 nem tudom mi. 3 ugyanolyan típus, és ugyanolyan szín. Azt nem tudom, hogy ugyanolyan, amit összetört, az bérelt volt. Az bérelt. A sajátjaira már vigyázz, azokban nem mer bele. Úgyhogy nem tudom, mivel. De minek bérelt autó, ha van 3, vagy ezt nem értem? Fogyóeszköz nála. Fogyóeszköz. De tök jó, hogy van 3 autója, hát gyerekek. Az jó. Ez a legjobb, ha valaki ügyes és a saját maga tehetsége által megkeres annyi pénzt, hogy vegyen magának 3 Porsét. Szerintem az ég egy a világon nincs ezzel semmi baj. Nagyobb baj van azzal, hogy leteszi úgy a Lánchídon, hogy konkrétan Lőrincig beáll a forgalom, mert hát most kifogyhat a benyó. De hogy még egyébként ez is bárkivel megesett. Hát ez is van egy több autója, mert nagy számok törvény alapján az egyikben mindig van benzin. Csak most nem azt használta. Amiben volt. Meglőgyböli reggel. De nagyon rendesek voltak az autósok, mert elmentek neki Bennyáért, képzeld. Ja, abszolút átérzem Balázs helyzetét, és nem a Porsche miatt sajnos egyébként. De nem azért, mert hogy én is Porsche-val járok, hanem mert én is ezt csinálom, hogy az ember nem tudom, vagy rászokik arra, amit a feleséget csinál, de már csak 10 km kijelzi a kompjúter, de nem tankolunk, nehogy tankoljunk, mert hogy egyébként semmivel se költesz el több pénzt, ha egy órával előtte tankolsz, vagy előző nap. Ugyanazt a 3000 forintot így is beleteszed, vagy 5000-et, mert úgy is beleteszed. De ez a legyen poros a tank, és menjünk el, ha már beletettük, ezt én miért csinálom? Játszol azért, mert ez egy játék, nem? Konkrétan tudok úgy menni, hogy nekem már rángat az autóm a Lágymányosi hídon. Hogy érzem, hogy már rángat a kocsi. És ugye hát egy dízelnél nem biztos, hogy jó aki, hogy mert nem nagyon szeretik. És imádkozom, és fejben próbálom átgondolni, hogy hol. Ja, tudom, hogy ne kelljen le. Jó, hogy a hídról lejövök, ott az van, egy lejtő, igen. Akkor ott elgurul van lesz le egy rendületem, hogy... a jobb oldalra. Igen. Szóval, hogy ez egy kellemetlen, de lehet, hogy a Balázsok ilyenek, hogy egyszerűen kifogyasztják az autójukból. Ha valaki azt írja, hogy egy Volkswagen Turánnal volt, valaki meg azt írja, hogy Merci volt. Na, így terjednek. Itt terjednek a pletykák. Igen. Mert mondjuk az egy, vagy őszintén, hogy... És nagy dugót okozott? Hát, igen. Gyakorlatilag beállt az egész híd. Aztán hál' Istennek tényleg vittek neki. Mert én azt megmondom őszintén, hogy ilyen életszerűtlennek tartom azt, hogy mondjuk azért tankolt csak 2000-ért, mert nem volt nála több, vagy mit tudom én. Az milyen, az én gyerekem már remegve figyeli a benzinkutakat, hogy apa itt egy benzinkut be kéne menni? Az milyen, hogy már ő is úgy van trenírozva, hogy már nézi a benzinkutakat, mert tudja, hogy le fogunk robbanni. Tehát ez megmagyarázhatatlan. Apa fékez kut, jaj! És már elmentetek mellette. De tényleg, szóval az ember nem tudja, hogy ezt egyébként miért csinálja. Na jó van, de akkor az emberek vittek benzint, és megoldódott. Persze. Igen. Lehet, hogy Zsuzsák a tudásával szerezte, de akkor neked, Balázs, hogy lett, kérdezi Petya. Gyerekek, egy rohadt Porsém sincs. De tényleg, tehát, hogy még csak sportautóm sincs. De ez az jó, az bírom, ha valaki tehetséges, és miért ne lehet a sportautó? Miért kéne ezért utálni? Nem? Nem itt a benzin hiányzott. Igen. Hát, hogy... Persze, hát az a nagyobb baj. Igen. Ez benzinnel megy? Igen. Tényleg? Akkor holnaptól tankolok. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Norbi, ciao. Sziasztok! Honnan hívtál minket, Norbi? Lentiből. Lentiből. És mit csinálsz ott? Műszaki rajzoló vagyok. Az mit jelent? Hát, rajzolgatok mindenféle lemezt, meg hasznos fémdarabot. Hasznos fémdarabot. Ez nagyon izgalmas hangzik. Az jó. De nem is akarsz róla többet nagyon mondani, nem? Hát igazából mi, nem olyan nagyon izgalmas. Te kettőt, vagy mi? Olyat még nem, de néhány fémszerkezetet rajzoltam már. Aha. Tehát semmi nagyon fontosat. Semmi nagyon fontosat. Azt még nem merik idadni. Mi, a kezdő vagy miért? Ez semmi, csak hülyeskedtem. Ja, azt hittük, hogy salgópolcokat rajzoltatnak veled, vagy valami egyszerű. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyelj! Gépelnek valamit. A szokásos is gépelés. Sokszor csinálták már. Igen. Vamzerkednek. Írják a feljelentést, igen, a Velvetnek, hogy hol robbant le és milyen autóval. Zsuzsák a Lánchídon. Ez egy sorozat lesz, szerintem ismerni fogod, mutatjuk, figyelj. Rövid részlet jön. Na. Aha. Sorozatot néznek. Melyik sorozatot nézhetik szerinted? Láttam még egyszer, mert a rádióban is pillanat. Figyelj.
Én azt sem tudom. Tényleg? De jó neked. Sose szerettem. Hát ez annyiban nem ment. Régi? Vagy úgy? Ez... Hú, ott hányan mondják már a tutit hátul? Szerintem ott csak beszélgetnek. Szerintem? János, csak a rádió késik, internetes rádió, aztán látja a fajátot vissza. Kaphatni egy picit hosszabbat? Ha internetes rádiót hallgatsz, ott még mindig a hangával beszélgetünk. De amennyi csúszás szokott lenni, az ilyen... Nem, ott boldog új évet kíván. Igen, tehát ez az fura. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg! Aha, nem az, amire gondoltam. Na? Nem, ötletem sincs. Ötletet sincs. Ez valami régi sorozat? Régi. Most kérdezted meg internet, hogy ez a régi sorozat? Igen, ezt hallottam. Igen. Jó, oké, na figyelj, akkor megmutatjuk az eredetet. Jó, ez lett volna. Hallgass végig. Star Trek, nincs meg? Star Trek, nem biztos. 1000 éves. Hát igen. Ez sajnos most nem jött össze. Vigasztalja az, hogy 10 másodperccel később fogod ezt hallani. Vigasztalja, tudod, hogy most még nem tudod, hogy nem nyertél, igen. Csak ha visszahallgatod majd. Majd visszahallgatod majd az internetes adást. Hát köszi a játékot, ez nem ment. Norbi pedig sokan. Köszi szépen. Elküldték meg. Majd legközelebb talán. Köszi, ciao. Szia. Sziasztok. Hello. Dzsuzsák az új Cannavaro. Nagyon jó. Ő az új Cannavaro. Írta nekünk valaki. SMS-ez meg. Gyugyi Cannavaro lesz a neve, ha majd olaszosítja a nevét. Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. 3 perc van, pontosan 8 óra. Teszünk egy reménytelen kísérletet arra, hogy felhívjuk a Sau fia producerét, Sipos Gábort, aki körülbelül 4,5 percenként ad most interjút, és mondta, hogy nagyon kedvelik a műsort, szeretnek bennünket, megpróbálja felvenni, megpróbálja elérhetővé tenni magát 8 óra 20 perckor, mert hogy hát elképesztő sikereket aratott, ugye, egy magyar film Kámban. Méghozzá Saul fia, és hát ezt szeretnénk mi, vagy erről szeretnénk mi egy kicsit a producert Gábort kérdezni, de nem tudjuk, hogy elérhető lesz-e. De hát lehet, hogy úgy hype-olunk valamit, és úgy beszélünk a filmről kicsit, hogy utána Gábor nem tudjuk majd elérni. Elmondta, hogy lehet, hogy ott éppen egy újságíró Kámban kiragadja valahonnan, elrángatják, még egy tévés interjú. Bár ugye már hétfő van, és tegnap lement a díjátadó, de megpróbál nekünk nyilatkozni, úgyhogy... Hát fölhívjuk és beszélgetünk kicsit a filmről. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk. Ákos, ide jutam. 8 óra múlt pontosan. 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek. Nekem masszívan hétfő érzetem van, de közben már több szempontból, többféleképpen kellett rádöbbennem, hogy erősen kedva. Már csak azon kijelentésemből is, hogy tegnap ért véget, igen, a filmfesztivál, de nem tegnap ért véget, vasárnap. Csak ugye hát ma nem hétfő van, hanem kedv van, és ezek mindig úgy összezavarják az embert. Nincs kicsit ilyen hétfői hangulatotok? Ugye értelemszerűen hosszú hétvége után, első nap az iskolában, de közben hirtelen ugrottunk már egy napot, és kedv van, tehát vasárnap. Vasárnap ért véget a Káni Filmfesztivál. Mindig ilyenek a pünköst keddek, Balázs. Így van, ezek furá. Egyrészt nem értem, hogy a hétfő miért fogunk mindig hétfő, és ráadásul ez a kedd, ez meg abszolút fura. Nem veszélyes a baleset Szajonnál, csak 3 perc türelem, SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss. Margit hídnál még mindig lassú a rakparton a haladás, nem tudjátok, mikor csinálják meg? Nem, de jó lenne, ha már legalább le lehetne balra fordulni a rakpartra, jobban tudnánk haladni. Dajka Gábor utcánál Pest felé, az Opel szalonnál bent rendőrautó sunyiban trafizik, Ivon küldte nekünk, mindenki vigyázzon. Aztán az M1-es Pest felé a Zsámbéki felhajtótól áll, az okát nem tudom, euró munkás üzeni. Diósdon a Balatoni úton Pest felé brutál dugó, kopasz úr küldte nekünk, és a 85-ös számú főúton útépítés miatt 4 kilométeres a kamion sor, ezt pedig Dávid üzente. Köszönjük szépen. És többen megírták, köszönjük szépen a hallgatóknak, akik informáltak minket, hogy Balázs nem egyedül volt a Lánchídon, Zsuzsák Balázs nem, ott volt egy indián barátja is Csejen. Csejen? Egy Porsche Csejen? Porsche Csejen. Egy Porsche Csejen. Hát, ez van. Ez történt, gyerekek. Mindegy, ez a... Srácok, nem haladok ezzel a tetves kézenállással, bizony. Most már megőrülök. Az van, hogy kezdek rádöbbenni, hogy eljárt felettem az idő, hogy ez a lemez lefutott, ez a kávé lefőtt. De miért kézenállal? Igen, és nem mondom. A
nem a kézei járás inkább. Tehát mert ugye azt vállalta be. Basszus, rohadt nehéz. Én azt hittem, hogy ez egy könnyebben fogom tudni abszolválni ezt a dolgot. Na, itt van Kárőrvendő Károly. Július 27 hétfő, nekem be van írva. Júli 27, azt ígérted, hogy addigra ez a dátum, amiben megegyeztünk. A születésnapomat írtad volna be, így jött. De miért erőlteted ezekhez a dolgokhoz? Ezekhez a dolgokhoz te abszolút suta vagy. Tehát, hogy... Ha rám mondod, akkor semmiféle ritmus érzéke, semmiféle gömbérzéke, semmiféle összetett mozgás érzéke, hogy egyszerre csinálni ez dinamikailag, négyütemű fekvőtámasz, urúj, gurúj, stb. Jó, négyütemű az még nem, ugye, effektíve egy ritmus, tehát ezekhez neked abszolút nincs érzéke. Miért erőltetsz egy olyan, amihez egyébként egyensúly érzékkel, ahol, amihez egyébként azért kell, hogy legyen valamiféle mozgás érzéke. Hát talán pont ezért. Tehát neked egyik sincs. Lépjek előre ebbe az irányba is. Hány métert akarsz menni kézen? Már nekem az volt, hogy a folyosón végig megy oda ki. Így van, de azt nem mondtam, hál' Istennek, hogy melyik folyosón. Ez egy nagyon rövid folyosó lesz, és nagyon gyorsan fogsz végig menni. Jaj, és ez mikorra tűzted? Júli 27. Júni vége, basszus. Nem, július 27. Júli? Július 27. Júli? Be vagy írva. Júli 27. Hát akkor még van két hónapod van megtanulni kézzel. Figyeljetek, a kézzelállást önmagában, magát a fizikai részét, a fallál, az folyamatosan tolom. Tehát, hogy erősödjenek a vállalja, meg ez a... Mert azért fura. Tehát, hogy fura ez a tartás. A falnál az mi utazol a hetesen is kézenállásba utazol? Vagy persze, megállok. Igen, fölmész a csuklós buszra, mondod, hogy ez a te helyed a csuklóban, kézenállás. Elnézést. Ez az én helyem. És, érted. És már fönn is vagyok. A Ripper Ferivel kéne beszélgessél. Aha. Mert ő tud. De én nem akarom, hogy elsorvadjon az agyam. Na jó, de ő tud kézen járni, hát most segít neked. Ha, jó, de basszus, ő... Szerezzük már meg felkészítő trénernek a Rippelt, kérlek. Van elég baj. De hogy mi lesz ezzel, hogy egy újabb képesség, amit sohasem nem tudsz kamatoztatni, se használni, és az egésznek semmi értelme? Ez a cél? De lehet, hogy egyszer eljön az a pillanat, érted? Hogy egy cirkuszban ezzel fogsz majd fellépni. Hát, hogy egy kézenállás menti meg az életem. Megfájdul a lába, menekülnie így kell, van, érted? Vagy elveszítem a cipőimet. És csak megy. Figyelj, nem, jó, kellenek az ilyen kihívások. És hogy gyakorolsz? Sétáltatod a kutyát, és közben néha, ahol nem lát senki a parkban, felmész kézen állás, és baromi nagyokat esel? Tehát ez történik? Vagy nem. Elesel, és akkor... A közterületeket azokat inkább hanyagolom, mert hogy van egy pici kertünk, tehát hogy ott azért jobb. És van, hogyha átnéz a szomszéd, akkor úgy csinálsz, mint a, egyébként kézen állásból eldőlni, és akkor mint a pókjárásba akartál volna teljesen tudatosan menni. Tehát van semmi baj, úgy, semmi baj. Baj. Mindig így megy a pókjárásba. Van ilyen, hogy ezt így csinálod? Hogy... Jaj, összekevertem a kezeimet, a lábaimat. Mit csinál János? Ő semmi pókjárásba megyek, a gyereknek lesz egy születésnapja, és arra készülök. Vagy úgy csinálom, hogy észre sem vettem volna, hogy ő észrevett engem. Hát az a legjobb. Hogy csinálod, hogy fölmész a fal mellett, és megpróbálsz a faltól elindulni? Igen. Most az elve nem fog menni, tehát azt ne csináld. Az nem jó. Hát, ha vettem észre. Erről beszélnek, sajnos ez így nem fog működni. Ha fogom a lábad, nem segít. Hát egyszer-kétszer hátjössz, az nem gond, Feri, de azért állandó hetente négyszer, ne gyere már. Hát de nem, ezért... tíz után tudnánk gyakorolni. Tíz után, ha fölmész, megfogom a lábad, elindulsz, és akkor kicsit így néha elengedem, megfogom. Mondjuk az jó. Az jó. Hát most így segítsek, tessék, ez sem. De nem, tudsz, ez nem, kell, akkor adás után mindig gyakoroljunk egy 10 percet. 10-től 4-11-ig a miénk a teret. Viszonylag kis nyilvános reggelőt. Érted? Csak a magyar nemzetben a Lánchíd Rádióban meg gyűlnének ki a folyosón az emberek röhögni. Itt bent. Nehéz, srácok. Tehát nehéz. Tényleg. Most mentegetőző, hogy nem fog sikerülni hát előre. Érted. De hogy ez egy rádióban tett vállalás volt? Igen. Én arra már nem emlékszem. Igen, adásban ígérte meg, én akkor írtam be a telefonomba. És ha nem, akkor mi akkor kapunk valamit, nyerünk valamit, csinálunk valamit, vagy csak így... Még nem, de nagyon jó ötlet. Elfogyott a kavintolod? Nem emlékeztem erre, hogy azt tudom, hogy ezt egyszer már régen bevállaltad, és akkor új évre akartad megcsinálni, de nem sikerült. Azt hogy még megvan, de ezek szerint elfelejtettétek. Feri nem, de mondjuk azt a telefont viszonylag könnyű lett volna újra forra. Innen messzire. Egy operációs rendszer, igen. Csere, és akkor már is nem lett volna semmi nyoma. Na mindegy, nem, nehéz, gondba vagyok. Na mindegy. Jó, szóljál, hogy ez. Szerintem ez tényleg suta vagy, úgyhogy szerintem ne csináld. De nem megy minden embernek minden. De van, ezeket nincs érzéked. Nincs. Ahogy gömbérzéket sincs, nem focizol, nem labdázol. És így megy. Aha, hát az gömbhez van érzéke.
És felmegy kézen állásra. De annyi sincs, hogy kézen áll és sétálja egy métert? Azt mindenki meg tudja csinálni. Hát ez a cél. Mi? Mindenki. Egy méter. Tíz emberből hány tud? Érted? A saját súlyukat nem bírják el. Kézen. Nem bírod el a saját súlyodat? Nem, én. Például én. Nem bírod el a saját súlyodat? Hogy bírnám el? Most én is mondjad. Te se bírod el. Milyen emberek vagytok ti? Miért elbír? Te tudsz egy métert kézen járni? Miért? Nem. Hát ne, jaj, nem kell ez a kamu. Figyelj, ne, össze fogod törni magad, tudod, hogy csak óvatosan. Igen. Passzus, ez megy neki, oda-vissza. Tényleg megy neki. Te ezen gyakorolsz, ennyi? Ez gyakor, és erre te készülsz? Nem már, ez megalázó volt 2 hónappal Jani előtt. Kisétálok így neked ide az ajtóig. Ez a mellettek, hogy gyere át, borozzunk egyet, és beszéljük hát, hogy milyen életfeladatok vannak még, aminek van értelme. Részege még megalázó van. De kézen állni mindenki tud, maximum nem tudsz sétálni, nem tudod magad megtartani. Nem tudok kézen állni. Feri, hát, álljál kézen. Hogy éltek? Nem tudok, hát mi? Nagyon na, jól. Na, na, én nem kézen. Feri, álljál már kézen. Álljál kézen. Hát nem tudok. Tehát nem bírod bizonyos be, hogy nem tudsz. Igen, mutasd meg, hogy mit nem. Essek saját fejemre. Ez most mennyi volt? 3-4 másodperc körülbelül. Igen, de mentél 1 métert előre, egyet hátra. Csak ott volt a széket, ki tudok menni. Ez a birkózó múlt egyébként, ez egyértelmű. Mi? Ja, ja, hát úgy könnyű, ha én is birkóztam. Miért, hol tanultad a jazz balletbe? Nem, hát ha van egyensúly, ha van egyensúlyérzéked, akkor tudod, meg tudod tartani magad 1 másodpercig, aztán ledőlsz valahova, de megtartani meg tudom magad, ha nem vagy teljesen nyomorúságos. Azért ne nyomorgoltúzzuk le azokat, hát, akik nem ha nem vagy teljesen suta, és mozgásilag totálisan dilettáns, és van valami minimális mozgáskultúrád, mert sportoltál, mozogtál, akkor fölmész, és egyensúlyozás, hát valamire eldőlsz, sétálni, meg kell tanulni. De meg kell tartanod magad, ott kezdődik a dolog. Hát azért 110 kilót megtartani, az nem olyan, mint ezt a 80-at, vagy jó, mennyi na, vagy? Jó, Ferének tényleg egy picit nehezebb, mert visszacsúszik a hasa az arcára. Én nem látok, érted? Hát viccelsz. Igen, nem látok tőle, hát hova megyek, nem jó. úgy mondjuk azért az nehéz lehet, hogy az ember nyakába szakad a fenekre. A 10-ből 9 ember tud kézzel járni, az azért te is érzed, hogy ez erős. Nem erős a kézzel állítás. Járni, azt igen, de az, hogy fölmész és valameddig te tartod magad, hát azért annyi fizikumot kell, hogy legyen, hogy megtart saját magad. Ezzel a részével semmi gond nincsen. Te se tudod megtartani magad, hogy fölnyomod és leesz fejre se? Ha persze. Jézus Isten. Hát tudod magad tartani? Jézus Nézd már. Meg a Jani. Gyönyörű. Hát ez most oda ment a falhoz és kézen áll. Nézd meg bizonyít. Nézd meg próbálni. Nézd meg még a lábával is biciklizik. Jani, falnál a 4 éves gyerekem megtartja magát. Tehát, hogy az... De ne jó, persze, nyilván. Meg az anyóktól. Mama, csinálja meg a mágyarakaszt, hozzá a brossóit. Mama, és menjen föl kézenállásba, gyorsan mutassa meg a jönnek, meg készítem. Ha hátsó kertben vagytok, és ha az anyósod nem hallja, hogy csöngette, vagy nem halljátok, hogy csöngetett, akkor mindig föl szokott menni kézenállás, és van, amikor 4 órát 20 percet állunk, és váltogatja a kezét. Hagyjál már! Ez komolyan, 5 éves a gyerekem, de ezt megcsinálja, amit most a falán megcsinálta. Gyerekek egyébként tökéletes, hogy sokkal könnyebben tudják megcsinálni ezeket a dolgokat, ők jobban értenek hozzá. Gyerekek, marad a domináns tonalitás, tehát akkor csináld a fonaljárást, miért nem azt gyakorlod? Azzal el tudsz készülni július 25-ig, domináns tonalitás. tanuld meg a fonaljárást. Na mindegy, és veled mi lenne, ha te egyszer kézen állnál? De miért állnék kézen? Hát nem ők hülye. Ez is igaz. Hát, köszönöm. Na, van lábam, azon tudok menni. Nekem nincsenek ilyen terveim, ez a Janié. Jó. Oké, na mindegy, kibeszéltük az időt, majd még erre visszatérünk, mert úgy látom, hogy azért tehát képeznem kell benneteket egy kicsit így sportilag, hogy a korrekció azért az így összeálljon. Szívesen, megtanítalak tényleg. De engem nem kell, én nekem nem vágyam a kézenállás. Sőt, a fekvőtámasz se. Én anélkül is megvagyok. Nem tudsz megcsinálni. Miért kéne egy szabályos fekvőtámaszt megcsinálni az életemben? Jézus Isten! Miért Jézus Isten? Hát most egy 10-es simán lenyomsz. Nem nyomom. Hogy nyomna már egy 10-et? Nem nyomok le. Tíze, mert egy felnőtt férfi azért tudjon már lenyomni 10 fekvőtámaszt. Minek? Jó. Mi? Na gyerekek, váltsunk, mert itt van közben már, erre visszatérünk, hogy nem tudsz fekvőtámaszt. Kérdezzük meg őt is. hogy tud-e fekvőtámaszt csinálni, igen. Na, ugye beszéltünk már a káni sikerről, és arról, hogy megpróbáljuk a film producerét elérni, aki folyamatosan nyilatkozik, nagyon drága volt, mondta, hogy természetesen megpróbál a rendelkezésünkre állni, de higgyük el, hogy folyamatosan szól a telefonja, nem csak itthonról hívják, külföldről, és tárgyalásokat folytat, de ha tud, akkor beszél velünk, és megpróbál nekünk egy rövid interjút adni, mert hogy szerintem most már nincs azért olyan ember, aki egyrészt filmkedvelő, és olvas híreket, és szereti tudni, hogy mi történik a nagyvilágban, ami magyarokkal kapcsolatos, vagy elünk kapcsolatos,
ugye a Saul fia című film, hát elképesztő díjakat hozott el Cannes-ból, és az egyik legfontosabbat, amire azt mondják, hogy Cannes-ban a második legfontosabb, ugye? A zsűri nagy díját hozta el, ami első nagy játékfilmesként egy óriási eredmény, és szerintem ennek nincs ember, aki leőrülne. Úgy egyébként, hogy mi magyarok még a filmet egyébként nem láttuk. Nem láttuk nyilván sajnos. Csak ilyen másfél perces előzeteseket. Picit fura is egyébként ez a szituáció, hogy rengeteget hallunk egy magyar film fantasztikus világra szóló sikeréről, és a tréleren kívül gyakorlatilag semmit nem láttunk belőle. De lehet, hogy pont ugyanakkor kicsit szomorú, hogy az ember nem látja, de hogy jót tesz a filmnek, mire ide ér, addigra viszont mind előjegyzésben. Hát azt mondják, hogy az első néhány előadásra már gyakorlatilag elfogytak a jegyek. Így van. Na, itt van Sipos Gábor, a film producere. Gábor, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánok! Sziasztok. Jó reggelt! Hello! Hány percenként csörren meg a telefonod? Körülbelül. Gyakran. Gyakran? Maradjunk abban. Sűrű napokon vagytok túl, olvasva, látva azért a káni híreket. Igen, nagyon sűrű volt. Hát, a rendező picit visszavonult a múlt héten a Cannes-ból, tehát eljött és egy kicsit pihenni próbált, és aztán a pénteken közös megegyezésre az egész csapat végül visszament Cannes-ba, mert volt egy olyan érzésünk, hogy itt valami készülődik. Hát szegény, igen, én látom, hogy ő el is mondta el sokszor magáról, Nemes Jeles Lászlóról beszélek, hogy nem is szeret nyilatkozni, nem is akar nagyon. Ő a filmeken keresztül közül egyfajta nyelven, de hát itt azért kellett neki is sokat nyilatkozni. Nem nagyon szeret, ha jól olvastam, ugye? Vagy nem az ő világa? Igen, elég, nem, valóban nem annyira szeret nyilatkozni, és hát itt viszont Cannes-ban nem nagyon volt más választása, úgyhogy hát én is most kérdeztem tőle a hétvégén, 100 fölött van az interjú száma, és hát néhány interjú az ilyen csoportos, tehát ha azt egynek számolom, akkor ott is azért 4-5-8 ember ült és egyszerre őt hallgatta, úgyhogy nagyon nehéz. Három nyelven is nyilatkozott, ugye anyanyelvi szinten tud franciául, angolul és magyarul, és hát ezt a három nyelvet váltogatva, hát ez egy nagyon leterhelő 10 nap volt. De milyen jó ezt látni azért, hogy egy magyar ember közben így nyilatkozik, hogyha kérdezik franciául, megszólal, ha angolul kérdezik, megszólal, közben a saját anyanyelvén is beszél, szóval azért ez fantasztikus látni. Nyilván minden egyes interjú nagyon fontos volt, de mi az, ami a legfontosabb ilyenkor? Kitől vársz? Van egy filmes szaklap, vagy van egy valaki, akire azt mondod, hogy úristen, de jó lenne, ha neki nyilatkozhatnék. Van ilyen? Hát vannak nagy újságok, vannak olyan orgánumok, amiknek persze az ember megtiszteltetésnek érzi, hogy egy komoly újságírót oda küldenek, és lehet beszélni, és tehát vannak ilyen nemzetközi lapok, de hagyd ne emeljek közülük egyet se ki, mert akkor lehet, hogy egy másik hármat meg megbántani. Kicsitől nagyig mindenféle van, és nem mindig azon múlik, azon múlik, hogy milyen jók a kérdések, hogy milyen jó az újság, hanem már fordítva mind a kettő volt, de persze, hát jöttek ezek, csak leírva láttam, hogy milyen újságok, újságírói szeretnének beszélni a Lászlóval, és hát már önmagában az a lista, hogy összefoglalta a világ újságírását. Hát László nyilatkozta ugye, hogy nem örülne neki, hogyha Spielbergnek nem tetszene a film, ő csörgött már? Nem, azt hiszem, hogy ő még nem, viszont a Coen testvérek nagyon szerették, és az egy elég, az nagyon érdekes érzés volt azt úgy hallgatni, ahogy éppen a Coen testvérek magyarázták Lászlónak, hogy hát, és a Erdély Mátyásnak, és producertársam a Rajna Gáborral voltunk ott a film társulájával, Krájóléval, hogy egészen érdekes érzés, ahogy a Coen testvérek nekünk, vagy Lászlónak azt magyarázzák, hogy milyen jó is az ő filmje. Ugye ők voltak idén a zsűri elnökei tulajdonképpen. Igen. Sophie Marceau is ott volt, még néhány híres színész. Leginkább engem az a pillanat érdekelne, amikor véget ért a film, a nagyvetítés, az első nagyvetítés, és ugye a káni közönségről azért lehet tudni, hogy meglehetősen kritikusan tudnak viselkedni, ha valami nem tetszik, fütyülnek, ha valami nagyon tetszik, tapsolnak. Véget ért a film, volt gondolom egy 5-10 másodperces csend, és a következő pillanatban kitört egy hihetetlen tapsvihar, amiről egyébként vannak videók, és az egész egyszer megható látni, hogy 5-8 percen keresztül a káni közönség egy magyar filmesnek és egy magyar filmes csapatnak tapsol. Hogy amikor vége lett, és amíg nem csendült fel a taps, addig az milyen érzés volt? Ez volt egy most 5-8 másodperc, aki volt nekünk egy évnek tűnt, és közben meg azt hiszem, hogy talán 1-2-3 másodperc tehetett az egész, hát az egy egészen furcsa pillanat volt. Számomra az volt a legemlékezetesebb pillanat ennek az egész kenni, hogy is mondjam, élménynek. Az a pillanatnyi csönd, és utána az a kirobbanó taps, hát
ugye sokan gondolják azt, vagy hát persze mindannyian azt gondoljuk, hogy a kán az akkor már biztosan egy tuti recept, de azért hallottam most is a mostani fesztivál alatt is olyan filmet, amit kifütyültek, sokan kimentek róla, az viszont egy pokoli érzés lehet. Szörnyű lehet, igen, de azért azt átérezni, hogy 6 percig folyamatosan tapsolnak, az viszont fantasztikus lehet. Az elképesztő volt. Én is megmondom őszintén, hogy visszanéztem, nem is azért, hogy magamat vagy bárkit nézzek benne, hanem csak az élményt újra és újra fejlézem, de hát videón már az semmi más, mint ami ott a szívünkben úgy megmaradt, hiszem, hogy az, ami mindannyiunkat el fog örökre kísérni az a pillanat. De mikor éreztétek először, hogy nagyot durranhat a film? Az ember úgy megy oda, hogy tudja, hogy van valami az ő kis táskájában, ami nagyot durranhat, vagy egyszerűen csak teljesen váratlanul nyilván elindultak a visszajelzések, és azt mondtátok, hogy hoppá, hát ez akár nagyot is szólhat. Persze, az ember azt gondolom, hogy mindig úgy megy oda, hogy amikor viszi a filmjét, vagy viszi bármiét, hogy na hát akkor hát, ha majd most felfigyelnek, és ugyanazt fogják róla gondolni, amit mi, hogy ez nagyon jó ez a film. Túl azon, hogy ez egy első film, és nagyon szerényen álltunk hozzá végig az első pillanatok kezdve, de persze, amikor beválasztják Kámba, akkor az ember elkezdi elhinni, hogy már elhitték neki ezt a dolgot, és aztán utána, amikor az első, ugye a nap vízbemutató előtti napon lement két sajtóvetítés, és hát akkor elkezdtük látni, hogy először csak a Twitteren, aztán a Facebookon, és aztán utána elkezdtek jönni az első online, aztán utána az első nyomtatott sajtók, hát mindenhol egyszerűen egybehangzóan és egy gyönyörű dolgokat mondtak a filmről, és akkor ott elindult bennünk valami, ami nem egy ilyen bizakodás, vagy nem egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen önteltség, hanem inkább egy ilyen zavartság, hogy úristen, ezek az emberek, ezek... Hogy úristen, hirtelen esélyesek is lehettek, igen. Legféltettebb álmainkban gondoltunk. Azt olvastam, hogy László film rendezője azt nyilatkozta, hogy nagyon félt, hogy elhappolják az ötletét, és hogy talán nem is tudom, egy román filmes csapat, nem biztos, hogy jól mondom, bejelentették, hogy nekik van valami, amit szintén erről a témáról forgatnak, gyorsan összegyűltetek, megnéztétek, és megnyugodtatok, hogy jó, nem ezen ötlet alapján indultak el, és hogy Laci ettől nagyon félt, és azért sürgette gyorsan a forgatás, hogy minél előbb vegyetek kész, mert úgy félt, hogy elviszik az ötletet. Ami aztán nem történt meg, ez igaz? Hát megmondom őszintén, hogy féltünk attól, hogy a Sonderkommandónak a témáját ne dolgozza föl senki, mert ha már ilyen sokáig nem dolgozták föl, akkor ne pont előttünk 3 perccel dolgozzák föl. Még nagyon-nagyon régen készült egy film, nem is akarnék róla nagyon beszélni, nagyon távol van a mi filmünktől, ami a Sonderkommandóval foglalkozik némileg, de persze, hát amikor mi készítettük elő a filmet, akkor nagyon nyitva tartottuk a szemünket, fülünket, hogy nehogy valahol készüljön valami hasonló, és hogyha valami hasonlóról hallottunk, akkor gyorsan kinyomoztuk, hogy ez pontosan mi és mikor készülhet el, és mennyire lehet fedésben mondjuk a témája, a mi témánkkal, de persze, hát amikor az embernek van egy ilyen ötlete, akkor, és főleg egy olyan dolog, ami ugye, hogy is mondjam, legalábbis a környezete a filmnek az egy megtörtént esélyen alapszik, akkor persze mindig próbál első lenni, és próbáljuk, hogy is mondjam, ezt elsőként prezentálni. Csak hogy kicsit bulvárosabbak is legyünk, mert azért olyanok is hallgatnak minket, akik nem biztos, hogy akkor a film rajongók. László mondta, hogy ő egyébként visszajogott a Vörös Szőnyektől, mert hogy az egészet egy ilyen műbalhinak tartotta, hogy ott álcelebek vonulnak, és aztán, amikor vonult, akkor rájött, hogy azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azon a Vörös Szőnyegen végig vonulni, fotózzák az embert, világsztárokkal találkozik, te ezt hogy élted meg? Megmondom őszintén, hogy nagyon régóta járok Kámba, mármint dolgozni, tehát nem a Vörös Szőnyegre, és úgy mindig a Vörös Szőnyeget úgy messziről nézve azt, én is azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy ilyen díszlet, amin az embernek kötelező végigvonulnia, és nem érzeztem benne semmi olyasmit, tehát annyiszor láttuk meg képen, meg mindenhol, hogy hát mi lehet ebben olyan különösebben a Vörös Szőnyegben, és valahogy az ember, ahogy rááll, és azon aztán ugye elindul, azt gondolom, hogy ebben van valami ilyen torokszorító. Hát meg nem egy picit olyan fanyalgos, ilyen kötelező jellegű savanyosszőlő hozzáállás, hiszen amikor az ember mellett ott áll mondjuk Natalie Portman, vagy Sophie Marceau, vagy éppen a Coen testvérek dicsérik a filmét, akkor nem, ez nem pótol mindenet, vagy nem bizonyítja azt, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly dolog? Hát dehogy nem, és hát mondom, a Vörös Szőnyegen állni is nagyon jó érzés. Hát azt nem csak az előbb mondani, hogy ez egy elszerűen felemelő élményre ott állni, és végigvonulni, és aztán megfordulni, és aztán ránézni mindenki. Ugye van az utolsó pillanat, amikor úgy felálltunk a lépcső tetején, és akkor ott meg kell fordulni, és végignéztünk tulajdonképpen ott a mi saját
stábunk, hozzátartozóink, akik még ott lennmaradtak, és körbe a fotósok, és az egész, hát szóval ez eszelős élmény, nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés. Mekkora buli volt a díjátadó után? És ott volt a Leonardo DiCaprio nagyon beállva. Leonardo DiCaprio végül nem volt, de elég nagy buli keveredett. Először egy kocintás volt, aztán utána egy kicsit nagyobb kocintás volt, és aztán utána pedig egy ilyen házi buli szerűség, egy jó barátunknál, aki meghívott minket aznap este, és akkor ott egészen reggelig éreztük jól magunkat. Aha. És akkor reggel felkeltetek, és nem tudtátok, hogy került oda egy tigris. Igen, és valakinek hiányzott egy foga. Igen. Miért ilyen későn láthatjuk mi a filmet? Hogy miért telik el ennyi idő? Nem az, hogy későn. Hát itt nekünk a legfontosabb dolog az volt, hogy minél gyorsabban hazahozzuk a filmet. Tehát ez azt jelenti, hogy 11-én, június 11-től vetítjük itthon, tehát akkor lesz az országos premier, tehát ez az őrületes érdeklődés, meg hát ezek a hírek, amik itt kialakultak, ezek mind arra készítettek minket, hogy ilyen premier előtt ilyen speciális vetítéseket tartsunk, annyiban speciális, hogy közönségtalálkozó a beszélgetések lesznek a film után, amiket ugyanolyan jegyárban, tehát jegyárban benne foglaltatik ez a tartalom is, és hát dobáljuk föl a különböző ilyen premier előtti vetítéseket a mozinetes csapat, és hát sorra egy pillanat alatt elfogynak a jegyek, tehát igazán nem tudunk annyit kihúzni a kalapból, hogy úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ma nagyon úgy érzi, hogy ég a vágytól, hogy június 11-e előtt láthassa a filmet, az figyelje a mozinet Facebook oldalát, és látni fogja azt, hogy felugranak ezek a vetítések, tessék rájuk lecsapni, és ha pedig nem, akkor június 11-től Budapesten és sőt nagyvárosban egyszerre elindítjuk a filmet. Te hogy elemeznéd egyébként, amellett nyilván, hogy nagyon megható, ezt sokan mondták, de hogy nehéz film, megható és nehéz, ugye hát azért az embernek lelkileg fel kell készülni. Én láttam Káni fesztiválozókkal interjút, amikor jöttek ki a filmről, és nagyon sokan meg se tudtak szólalni, és mondták, hogy hát most még a film hatása alatt vannak, kérnek egy kis időt, hogy egyáltalán elmondhassák a véleményüket a filmről. És a főszereplő mondta, nagyon szimpatikusan mondta, hogy az ember nem tud más tenni, mint hogy egyszerűen csak vesz egy nagy levegőt, beül, hátradől, és elkezdi mindenféle gondolat nélkül nézni, és aztán utólag teszi majd össze a fejében, hogy mit is látott pontosan. Igen, én megmondom őszintén, hogy filmkészítőként én nagyon-nagyon örülök annak, és én nagyon keresem különböző azokat a filmeket, amik igazán hatással vannak rám. Tehát ez egy olyan film, ami valóban eléggé lebilincseli a nézőt, valóban nehéz utána rögtön megszólalni. Egyébként visszacsatolnék, hogy mekkora volt a buli a film után. Mi, akik már sokat szorra láttuk ezt a filmet, nekünk hogy is olyan, még mindig minden egyes alkalommal találok benne új dolgokat, de hogy is valamennyire el tudom távolítani magamtól. De hát azok, akik ott látták először ezt a filmet, hát miután mondtuk, hogy hát gyerünk hát ide, ebbe a helyre, meg arra a helyre, és ígyunk ezt, és azt láttam az emberek arcán, hogy döbbent csöndet, hogy úgy mondjam, és hát mindenki azt mondta, hogy hát jó, hát egy picit türelem, és aztán utána majd bulizunk, de hogy ezt meg kell emészteni. Tehát csak visszatérve a kérdéshez, persze nagyon, tehát akik látták, filmkritikusok, teljesen egyszerű, csak film szerető emberek, mindenki azt mondta, hogy nagyon mély hatással volt. Hát kíváncsiak vagyunk, én biztos, hogy megnézem. Gábor, jó munkát nektek, nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon gratulálunk, és reméljük, hogy minél előbb mi is valahogy beférünk majd valamelyik moziba, és meg tudjuk nézni. Gratulálunk az egész csapatnak, mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon-nagyon szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon megható, hogy ilyen sokan drukkoltak értünk, tehát ezt nagyon szépen köszönjük. Hát ráfér erre az országra, bizony. Ráfér erre az országra egy ilyen is ekkora volumenű és ilyen méretű siker, ebből azért mostanában nekünk nem jut túl sok, úgyhogy nagyon kellett ez nekünk. Filmes szempontból, szakmai szempontból, de azt hiszem sok más szempontból is megítélés. Igen, én is sok mást is látom. Sok köszönöm, más, szépen. Igen. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jó munkát köszönöm. Nektek, köszi, ciao, hello. Sikos Gáborral beszélgettünk, a Saul fia című film producerével. És az Oscar-tán hívunk. Igen, és igen, hát arról nyilván tudjuk, mit mondott volna, azért nem is nagyon kérdezhetem, mert oké, meglátjuk, örülnénk, ha így lenne, de adott volna egy ilyen választ. De igen, benne lehet a legjobb külföldi filmekben az, hogy magyar film legyen újra ott. Azért az is egy nagyon
Nagyon nagy dolog. Na, hát meglátjuk, aztán majd beszélünk még róla. 8:30 múlt, pontosan 7 perccel, 3-as ugrása, ha valaki jelentkezne, tegye meg, hogy dob nekünk egy SMS-t, mi pedig jövünk, Ákos, hírei után. 3:49 múlt, pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M0-as az M1 felé torlódik, a 20-as kilométernél körülbelül 2 kilométeres kocsisor, az okát sajnos nem tudom, Könyves Nándi küldte nekünk, köszönjük szépen. Az Anna hegy felől beállt, így van, az M0-as az M1 felé, már az M7-es csomópont előtt is beállt, hogy valami nagy baleset van, meg ott építkezés is van, csinálják még mindig a nullást, úgyhogy ott sok minden történik. Az M1-es felé Szigetszent Miklósi kiárótól nagy torlódás baleset miatt. Akkor már elérte a Szigetszent Miklósi kiárót is. Szombathely felé Söptén mérik a sebességet, ezt Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jó fej volt a producer, nagyon, nem? Nagyon, nem, szimpatikus nagyon volt. Gábor nagyon jól nyilatkozott, jól beszélt. Ott annyira elvont, nem? Vagy... Nem, hála Istennek. Bár a producerek azért általában földön járóbbak tudnak lenni, mint a rendezők, akinek baromi nehéz sokszor a saját filmükről is beszélni, hiszen azért rendezték, hogy azon keresztül mondják el. Na, de visszatérve, ez a fekvőtámasz, ez nekem nagyon tetszik. Hát ez számomra mindig tudtok újat mutatni, mondom, már tudsz újat mutatni. Mondom neked rögtön az első akadályát. Na, lehajolni. Nem, leér a hasam közben. Érted? Nem mondd már. Ne, hova fekvőtámaszol? Hova fekvő támaszozol? Nem érhet le, akkor de még mi nincs. Az, hogy nem ér le, Zsül? Azért, mert te kinyomod a segged az égbe, és akkor úgy nem ér le. Ha egyenesen tartod, akkor még nem érhet le a hasad. Akkor a hasad még nincs. Van, akinek akkor a hasa meglazul. Van. Belazul egy idő után? Belazul, hát nem bírom tartani. És mi lenne, ha behajlítanának a kezed? Nem tudnád visszanyomni? Nem próbálkozunk olyannal, aminek nincs értelme. Tehát hát minek? Uh-huh. Tehát effektíve soha nem is csináltál még ilyet? De miért? Vagy mit tudom, 8 évesen tornaórán? Én nem jártam tornaórára, tudod? Semmi? Én 8 évig fel voltál, mert Isten miatt nem lehet. Tehát én vittem ki a medicinlabdát a többieknek. De hogy az Istenem maradtál eddig életben? Nagyon jó, semmi bajom nincs. Hogy élted meg te ezt a testkort? Te speciális felmentésed volt fekvőtámaszból? Nem, mindenből. Tornából. 8 éven keresztül, elsőtől 8-ig felmentem. Miért? A szemem miatt nem lehetett. Igen, mert leszakad a retinám, és megvakulok. De mi guggolás közben leszakad a retinám? Igen. Mi egy guggolás közben? Nem lehet guggolnom. Se guggolnom, se fekvőtámaszolnom, se kézen állom. A klotyon mit csináltál? Sok a kakil alá toltál? Rostos. Az tök más. Ja, sok rostos. Nem, az útifűmakéj. Igen. Anyám mindig útifűmakéjjal kezelte a popsimat, hogy mindenki jöjjön gyorsan. Te esküszöm, én 8 évig felmentett voltam tesiből. Nekem volt egy iskolatársam, aki mindig melegített, és csak melegített. Csak odáig jutott. Az a hangközépiskola 4 éve alatt mindig mentem oda. Feri, mi van? És egyébként állás Ferire kívták. Látjátok, a Ferencek ott ült melegítőbe, és akkor mondom, mit csinálsz, Feri? Mondom, melegítek. Illetve mondja, melegítek. Hát, na jó van akkor. De miért? És sosem tudtuk meg, hogy ide melegít. Sem, 4 éven keresztül melegített, mindig ilyen kegyelemketteseket kapott csak tornából, és na, ő is egy picit ilyen antitalentum volt ebből a szempontból, de basszus. Ez menő. Ez a próbáld már meg. Én ezt már szeretem. Na, egyet. Nem. Ötöt. Mi? Ötöt? Na jó. Ötöt senki nem tud megcsinálni. Na jó, széles terpesz. Mennyit? Egy kézzel azt nem is értem, hogy azt hogy bírják. Bárki is. Balázs bármikor megcsinálja. Ötöt nem lehet megcsinálni. Ne, én már bizonyítottam, szerintem, hogy azért ez a kézzelállás ez nem ördögtől való. Ezre írták meg, hogy ha abban a pillanatban, hogy lefelé kerül a fejed, onnantól kezdve gyakorlatilag felboríthatatlan. Igen, a fejem a tőkesúlyom, olvastam én is. Könnyű neked, Bali, neked a fejed a tőkesúlyod. Igen, tehát én két lábon érzem magam rosszul. És amikor kézen álltok, akkor vagy az egy jól működő. Ez az igazi teljesítmény, amikor egy picit megindulsz. Persze, engem Fanándor épített, hogy ne. Az én lelkem a tőkesúlyom a fejem. Tehát az hozza a... azon balanszírozok, úgy meg vagyok egyébként. Tudni, nehéz nekem úszni, mindig a két lábam van fent a strandon vagyok is. Nem érti, ez az ember hogy nem fullad meg? Ekkora úszó. Jaj, Feri. Ez jó. Ilyenek is kellenek. A kontraszt miatt kell lesz. Így van, évük a ballaszt. Abszolút. Hát, a gulyás ágyuk mellé is kell valaki háborúba. És ilyen jó vagyok, az élet ott kárpótol, gulyás ágyúnál. Tehát fekvőtámasz nem megy, én nem tudok előre szaladni, meg harcra, meg a hazáért, én hátul tudom a hazát szolgálni, hogy miután te visszajöttél a frontvonalból éhesen, akkor kapsz enni. Mi van ma, Feri? Ja, Jenikám, jön. Ilyen szójafasítót csináltam, mert tök főzéleket. Érted? Hát, na. Egy valami energiadúsod, előtték a szeme a bassz, hogy a fronton valami jót csináljam. De hogy nem halsz meg szex közben? Fekszem a hátamon, csak úgy. Arany életed van. És hát csak sörögnek forrának rajta. Hát én egyszer bemondanék, reklamálás lenne. Hát mert most ott, érted? Ma pihenek.
Nálunk melóval. Én csendes kisiparosan. Ez volt. Arrébb tolják a hasonlat és csücs. Igen, hogy lefeküdt a nő, érted? És én fölé kéz, ilyen, hogy hívják be, mint hogyha ha fekvőtámaszt nyomnék, és azt mondta, hogy tudod, mi inkább feküdj le, mert rám esett, akkor baj lesz. Látod, hogy nagyon ki vagy, nagyon lihek, nem mondta, Feri, feküdj, hagyjad. Mutatom, hátra dőlsz. Fej fölött a kéz. Hello, baby. Apám. Hallod? Na, látjátok, hogy van előnye. Ez menő, érted? Én csendes kisiparosként teszem a dolgom, dolgozom, serényem, te érted, fekszel és szereteted. De hát azért így könnyű. De Feri, akkor könnyű. Neked a Kámaszútrából 90 oldal, az csak így a mizé? Az kuka. Ahogy hívják, utószó? Nem, az összes olyan többi, viszont érdekes, az mester ilyen, de ezek nem érdekelnek. És mi van, a negyedik nem ész és beszélik a lift? Nem megyek föl addig. Akkor lent alszik. Megvárom. Akkor lent alszik. Ha autóba lehet aludni. Nem aludtál még kocsiban? Nagyon jó. Nagyon jó tudod. Na jó van. Gyerekek, játszunk egyet. Jó, hármas ugrás. Már itt is van a játékosunk. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ma férfi napunk van játék szempontjából, hogy hallom. Hello, és te honnan hívtál minket? 18 Kerbulapest. 18. Kerbulapest. Hát, ez mi volt? Meg sem lepő. De mit csinálsz ott? Benzinkúton dolgozom. Benzinkúton dolgozom. Mint? Mint góré. Kis góré. Kis góré? Kis góré. Az mit jelent, hogy már krumplit is üthetsz? Állomás vezető. Igen, már. Krumplit szeletelek és vágok. Adok el. Mérek szalámit szeletelek is. Bár azt jelenti, hogy ketten vannak. Van a góré meg ő. Igen, a góré és a kis góré. Így van, így van. És szereted csinálni? Hát még újdonság ez számomra, tehát most tettek februárba, ez még újdonság. Előtte utas voltam, sokkos, úgyhogy maga a meló az nem idegen számomra, de viszont a helyzet az új, és még hozzá kell szoknom, de egész jó. És úgy vagytok, mint a Mekiben, hogy más színű a ruhád? Nem, igazából én civilben vagyok. De civilben vagy. Aha. Én civilben vagyok. Vannak ilyen céges ruháink, de ugye az teljesen más. A színe ugyanaz, csak ugye a kialakítás más. De általában tudjuk. Szépen lépegetsz előre a ranglistán. Most már Evoneót is tankolhat? Ez nem az a kult. Kérem magamnak. Ez a konkurencián nem legesük létszíves. Ezt tudjátok, hogy a Mekiben onnan tudod, hogy ki a rangidős, hogy más színű a ruhája? Majd figyeljétek meg. Más színű a ruhája. Fehér, ha jól emlékszem, akkor fehér. Vagy fehér, tehát van a sima piros, van a lila, amit van a fehér. És több rajta a pecsét. Ha meg manager fővel írva. Ki hol áll a láncolatban, hogy kinek milyen színű. Azt is másabb, kicsit nagyobb. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Jó, szerintem menni fog. Menni fog? Menni fog ez. Meglátjuk. Nézzük, jó? Na figyelj. István, így szól az első kérdés, nyakba akasztóért. Melyik sportág egyik világhírű csapata a San Antonio Spurs? Fuhú, sportot nem az erősségem. Nekem se. Vagyunk ezzel így még pár itt a stúdióban. Nekem a kézenállás nem megy. Világhírű csapat, melyik sportág? San Antonio. Kosár? Így van! Jó, volt akartam nyomni, így van, szép volt. Kollégáim, szerencsére segítenek. Mehetünk tovább? Menjünk tovább, igen. Itt szól a második kérdés. Melyik rajzfilm sorozat főhősei élnek bikini fenéken? Spongyabob? Spongyabob! Van, te jó vagy! Na! Látod? Az általános műveltség azért megvan. Utálom a Spongyabobot, utálom, de az egyik jó barátom az meg imádja és rajong érte. És nem volt olyan nehéz velük. Hogy lehet utálni a Spongyabobot? Nem tudom, az egy idióta kis szivacs dugrá össze. Az. Pont ez a jó benne. Ez nincs értelme. Igen. De mindegy. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát nagyon nehéz. Neked? Lehet. Köszönöm. Figyelj. Combos. Combos, igen. Combos. Akkor megállok. Jó. Az is jó. Állj meg, és akkor megvan a sapka, a baseball sapka és a nyakbaakasztó. Jó? Nagyon jó. Szuper. Rendben. Akkor az óra egyelőre itt marad. István, köszi a játékot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Jó van, ügyes volt egyébként. Jobb, hogy megállt, nem könnyű. A harmadik kérdés. 4 perc a pontosan 9 óra Ákos hírei után már is jövünk vissza. 9 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és folytatjuk M6-os Bátaszéki autópálya rendőrségről az eső elvonultával, csak úgy rajzanak kifelé a fotósok. Feltételezem nem kávézni indulnak. Széna WC papírárus írta nekünk, tehát ott igen. Az autópálya rendőrségről elindultak ki az autók.
A szélrózsa minden irányába, tehát elindultak fotózni. 86-os úton János Somorja és Hanságliget között trafiznak, ez a 86-os úton van, egy vajszínű Volkswagen Transporterből. Takimi küldte nekünk, Eger-Kerecsen között a 25-ös úton helyszínelés van a külső sávban, és Váci út, Tutaj utca kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, volt egy kicsi baleset is, úgyhogy ott is dugora lehet számítani. Zsófi és Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen, ezek voltak a legfrissebb közlekedési hírek. Ezt most nem tudom, miért mondtam. De nagyon szépen meghúztad a végén. Ez nagyon húztam. Igen, ez jó. Úgy, ahogy ezt most így elmondtam a végén. Hogy tudjuk, hogy mit hallottunk. Igen. Mindenki tudja, hogy nehogy esetleg meteorológiának gondolja, vagy bármi másnak, hogy ezek voltak a legfrissebb közlekedési hírek. Ha valakit a végét csípte el, akkor most ez marhára kíváncsi, hogy vajon mit mondhattál előtte. Ma egy picit bebambult, és akkor így a végét ez így befejezted, és így nagyon fönnmaradt a hangsúly, és akkor... Miről maradtam le? Azt szeretném tőled meg megkérdezni, hogy amikor Balázs tegnap 3:50, hogy akkor mit mondod? Hogy akkor mi volt? Tudom, hogy mondani akartam, csak egy mondat előtte, mi volt ez a meg kis szoptatós balhé gyerekeke? Nem voltam itthon, és nem olvastam nagyon, hogy aztán odavonultak a szoptatós anyák, és akkor ott mindenki együtt szoptattak, demonstráltak, hogy mi történt a Mekiben? Egy Mekiben egy hölgy megszoptatta a gyerekét, alapsztori így kezdődött, és egyszer csak odalépett hozzá egy biztonsági őr, aki azt mondta, hogy ezt itt nem lehet, és hagyja abba a dolgot. Erre a nő mondta, hogy de ő úgy tudja, hogy a Meki igenis azt mondta, hogy náluk lehet szoptatni. És így is van, mert a cég policia egyébként ez. És ugye a biztonsági őr az nem Meki alkalmazott, ha én jól tudom, ez is benne van a dologban, és akkor ebből indult el a balhé, hogy lehet-e szoptatni Mekiben, vagy nem. És a Meki azt mondja, hogy lehet nálunk, csak azért vegyél egy krumplit. Vagy, és azzal takard el a gyerek fejét, hogy nálunk lehet szoptatni, de vegyél egy séket. Így van, és hogy a vagy egy krumplit, vagy egy almáspitit. A legjobb tejjelválasztást érkentő menünk az a Big Mac menü, az nem, semmilyen nem volt. A Meki egyébként korábban is támogatta a szoptatást ilyen értelemben, abszolút nem zárkozott az elő, hogy a vendégek megszoptathassák a gyereket, tehát hogy itt nem volt semmiféle probléma. Itt a biztonságőr meg a hölgy között volt egy ilyen kis problémácska, utána a biztonságőr egyébként nem is hajtotta el az anyukát, tehát nem mondta neki, hogy akkor kívül tárgyasabb, hanem elment, hogy megkérdezze a főnökét, hogy neki erről a dologról mi a vélemény, és mire visszament, addigra már a hölgy nem volt ott. És akkor erre jött ez a reakció. Akkor ez egy kis túlreagálás, nem? Hát picit igen. Aha, meg a szoptató hölgy részéről se értem, mert azért megvárhatta volna a biztonsági őrt, akkor aki ezek szerint azt mondta volna, hogy lehet nyugodtan szoptatni. Na de várj, ebből lett egy ilyen demonstráló jelenet. Tehát a szoptató hölgy hazament, és szólt az összes barátnőjének, aki szoptat, és megtámadták a Mekit. Igen, szoptassunk egy. Én is mondtam, hogy itt a Marika, Julika, gyere velem szoptatni, és elmentek is 20 alatt demonstratív jelleggel. És megrontták a helyet. Volt egy nagy közös szoptatás a Mekinél? Igen. Igen. Fotók is voltak róla. De akkor ez mondjuk így érdekes, ha a hölgy nem várta meg a biztonsági őrt, mert akkor viszont ez szoptatási túlkapás. Egyébként igen. De nem. Ahogy a PTK is írja. Ha ez benne van a PTK-ban, akkor ez egy szoptatási túlkapás. Mert ha Meki engedi, a biztonsági őr erről nem tudott, de elment megkérdezni a főnökét, és a hölgy közben ott hagyta őt, akkor ez egy jobb talán. Túlvezérelt biztonsági őr volt, aki majdni megkezd, majdni addig tegye el, ne így szoptassa, intézkedés, fontos vagyok, majd én elintézem. De honnan lett egyszerre ott 30 nő? Vagy másnap mentek vissza? Igen. Másnap visszamentek, és másnap is kint várakoztak a folyosan, hogy hát ha bekapják a csali. Egyikük bement, előszoptatott, ugye? És akkor a többiek pedig... Ez volt a csali, és akkor ott pedig bementek. Azonnal elindultak. Hát ez a figyeljetek. Szerintetek szoptatás és szoptatás között van különbség? Mert lehet, hogy egyébként a hölgy anyuk középen... Szerintem van különbség. Tette közszemlére. Mert szerintem egyébként lehet a dolgot sokkal, de sokkal indiszkrétebben is csinálni. Tehát, hogy mit tudom, fal felé fordulva, pelenkázó helységben, adott esetben mozgássérült WC-ben, arra kijelölt helyen, nagyon sok helyen lehet már. Tehát, hogy szerintem alapvetően a nyilvános helyen való szoptatással semmiféle probléma nincsen, főleg úgy, hogy a legtöbb helyen tényleg az ilyen nyilvános helyeken meg is adják a lehetőséget arra azzal, hogy van egy elkülönített helyiség. Villamos, metró, busz? Hát az szerintem ott is lehet diszkréten csinálni. Bár egyébként én azért tudok egy-két olyan anyukát, például köztük a feleségemet is, aki nem akart. Aki annak idején elég jól be tudta lőni, hogy egy gyerek mikor éhes. És úgy időzítette általában ezeket a szoptatásokat, hogy ne kelljen nyilvános helyen, mert őt egyébként nem azzal foglalkozott most, hogy az embereket zavarja vagy sem, hanem azzal, hogy őt zavarta volna, hogyha bárhol mondjuk így közszemlél kell tennie magát. Nálunk például volt egy ideig az étterembe, bejött egy hölgy, és beült középre, és így nagyon látványosan csinálta. És akkor én megkértem, hogy azt tudjuk-e azt csinálni mi ketten, akik szoptatunk, hogy oda hátra tetszik menni, és
úgy fordul a fal felé, hogy teljesen korrektül meg tudja csinálni a dolgot. Viszont ott van a beépített kamera, és akkor az jobban tudjuk menni. És felkerülhetsz a váról is. Igen. Tehát elzavartad? Nem zavartam el, hanem megkértem rá, hogy csinálja úgy, hogy, na, ez holnap legyen is megrohamoznak. Jöjjenek, nagyon várom őket. És a gyerek méret, az számít? Hát, hogy te beleférsz? Erről inkább a negyedet kérdeznek. Mi? Én már nagykorú vagyok. Hogy tud ezzel megbékélni? Na, milyen gyerekméret? Hát hány éves a gyerek? Persze, persze. Tehát, hogy azt lehet tudni, hogy azért vannak olyan, akik idősebb gyermekeket is. Hát az már tök mindegy, ha valaki kiborul azon, hogy egy nő szoptat, akkor az kiborul azon is, ha 3 hónapos gyereket szoptat nyilvánosan, meg 2,5 éves gyereket. Ha téged nem érdekel, hogy hol szoptatnak, akkor engem tök mindegy, hogy nekem 3 éves a gyerek, vagy másfél, vagy 13. Amit nem értek, ez az 5-6-7-8 éves koráig szoptatom a gyereket című történet. Ez szerintem sokkal megdöbbentőbb, mint az, hogy valaki nyilvános helyen szoptat. Nekem ez így egy adta világon semmi bajom nincs. Tehát én valahogy azt érzem, hogy hozzátartozik az élethez. Ha valaki nagyon feltűnően túl direkt, majd én megmutatom, hogy én most nagy magyar anya vagyok, és én most nagyon kirakom, az egy kicsit lehetne diszkrétebben, de valaki egy bevásárló közben ül szoptat, szerintem ezzel nincs mondjuk baj. Általában azt szokták mondani, hogy addig szoptassál, amíg lehet, tehát amíg van tejed, amíg a gyerek igényli. És a gyereknek 8 éves koráig van, és a gyerek 8 éves koráig igényli, akkor szoptassunk 8 éves korunkig. Hát fura, persze. Ez addig, amíg lehet, azért ez egy azért érdekes, mert ha a gyerek kívánja 6 évesen, és még van tejed 6 évesen, nem tudom, hogy jó. Szerintem nincs. Nagyon sok olyan van, aki 6 éven keresztül. De nem ott csak már maga ez az anyai gesztus van, hogy egy kicsit oda teszed. Azt hiszem Bálint Toncsi mondta el, hogy az ő... Nem akarom tudni. Jó. Akkor de mondd, ez csak egy csóhaj volt. 5 vagy 6 éves volt a gyerek, és még mindig cicire kéreckedett, neki ugyan már nem volt teje, de hogy a maga az anyai érzés, meg úgy összebújtak, és akkor a kicsit gyűrte egy picikét, kicsit megszapiszta. Igen, Toncsi olyan, mint Liza Arina a trónok harcában, a sasfészekben. Ugye, ott is egy viszonylag nagy gyereket etettek itt. Én már félek bármit mondani, mert holnap aztán berohannak, és elrabolják a programigazgatót itt 30 szoptatón. Akkor gyorsan. Viszont mond. Tehát nem akarom tényleg, mert mindenki annyira érzékenyben az országban, mert itt már semmit nem lehet mondani, meg semmit nem lehet jelenteni. Itt is egyébként el lehet egymástól különíteni a két dolgot, mert hogy itt most mi nem arról beszélünk már, hogy most nyilvános helyen lehet-e illikesebb. Nyugodtan, semmiféle probléma nincsen vele, az a legegészségesebb, meg a legjobb táplálék egy gyerek számára, főleg, hogyha ugye egy csecsemőről van szó, tehát ezt senki nem kérdőjelezi meg, ez így helyes, így jó. Örüljön az anya, akinek van teje, és nem mondjuk nem tápszerel, de egyébként a tápszeres táplálással sincsen semmiféle probléma, sőt. De hogy hát itt ez a hány éves? 5-6? Kicsoda. Hát a Toncsi 5 éves volt a gyerek, amikor még merre kéreckedett, amikor és már nem volt. Tehát egy beni korabeli gyerek még úgy felkéreckedne a vikire. Igen. Ó, hát azért azt én már nem tartanám egészségesnek. Úgy, hogy cici ki, és akkor még ott megvan a fizikai kontakt a gyerek szája meg a mell között, de tej már nincs. Hát gondoltuk, hogy nem átspricceli. Igen, vagy ruhán keresztül csinálja. Tehát a cicikit értettem, mert hogy ruhán keresztül nem nagyon. Hát ott még megvan azért a kontakt. Hát igen, furcsa. Atyaisten, azért az kemény. Azért ez kemény. Hát ott nagy baj van szerintem azért. Igen? Az már függőség, vagy nem tudom micsoda, de az anya részéről is. Ott nem akarod elengedni a gyereket? Tehát azt akarod, hogy neked örök gyereked legyen? Nem szoptattam még valakit. De hát a normális fejlődésben azért egy év után, vagy nem tudom ki meddig szoptatott, azért így elengeded egy picit a gyerekedet, hogy már nincs meg az a testi kontaktus. Uh-huh. 5-6 éves gyereket még mindig ott a melleden tartani. Igen, fura mondjuk erről, hogy három férfi beszélget, de azért én azt gondolom, hogy egy nő számára amúgy sem feltétlenül kellemes már ennyi idő, ennyi éven át tartva a szoptatás. Nem tudom. Tehát jobb étvágyú gyerek azért tesz ott károkat. De hát, hogy 8 évesen valaki még felkéreckedik, azért az combos, nem? Mama, jössz a balagásom régen. Szopítottok egy kicsit előttem, mert nagyon izgulok. A balagásomnál nagyon izgulok. Tehát azért az nagyon kemény. Ott van valami ferdülés. Én például nem kívántam, én vizet ittam. De most viszont próbálsz mindent pótolni. Igen. De most van is benned egy hiányérzet, tehát hogy minden próbálsz pótolni most. Hogy viszont most. A rövidebb ideig szopók, azok lesznek később cici függők. Cici pervedzek, így van. Tehát azért én nagyon kevés ideig, igen, anyukám mindig mondta, hogy én főleg a vízre voltam rágyújulva. Valószínűleg azért, mert nem volt nálunk vezetékes. Igen. És ezért lett egy cici pervert. Na, tehát most minden próbálsz pótolni. Az elfolytott gyermekkorodat próbálod kielni. 10 éves korom, nem lehetett leszakítani az artézik utakról most meg. Igen. És a 13 éves korodig pelenkába jártál, de ezt nem mondjuk a senkinek. Így van. Anyám azt mondta, hogy alsonadrág. Igen, nem akartál. Elég sikerült átvernie. Nem akartál szobatiszta lenni. Te hogy vagy ezzel, Anna?
Hát, sziasztok, én úgy vagyok vele, hogy szerintem mindent lehet. Szervusz, János, te, cici, pervers. Mindent lehet szerintem diszkréten csinálni. Ezt elmondtuk. Hogy abszolút így van. De hogy egy 6 éves gyerek még az anyukáján van, az szerinted? Az nem, nekem barátnőm volt, ő 3 évesen még szoptatott, nekem az is furcsa volt. Óvodába, amikor került a gyerek, akkor szakadt el a cicitől, és akkor apasztott el úgymond az anyukája a tejet. Nem tudom, hogy annak inkább megnyugtató szerepe van már, mint tápanyagértéke szerintem. Egy 3 éves gyerek vegyesen táplálkozik, tehát mindenfélét tevet már gyümölcsöktől elkezdve a főzeléken át nyilván. De ez hogy van, hogy beszél, és közben apa, megnézhetem a vízipokot? Igen. Jó, megettem a vacsorát, igen, jó, anya szópiszató kicsi, gyere kicsi, és akkor még ott picit ott úgy merre veszi a nappaliban a 6 éves gyereket? Igen, igen. Wow. Na várjál, ő nyilvánosan is megtette ezt, tehát, hogy bevásárlóközpontban, amikor összefutottunk, ketten ittunk egy kávét, össze... Azt mondtad régen, tényleg, igen. Hogy... Leültünk az asztalhoz, iszogattunk, majd meghozta a babysitter a gyermeket. Jaj, ne mondd már, és akkor viszont a 6 éves gyermeket merre vette? 3 éves volt, és akkor ő azt mondta, hogy anya cicizni szeretnék, és azt mondta, hogy természetes. Nagyon diszkrétan ráborított egy pelenkát a mellére. Megmondom őszintén, hogy furcsa. Majd jött apa, és ő is mondta, hogy anya cicizni szeretnék, természetes. Én már elmentem, fizettem és távoztam. Igen, szóval fura volt. Tehát, hogy belegondolok abba, hogy tényleg egy 3 éves gyereknek ugye fogai vannak, mondom, mindent teszik, megfogja a rántott csirkecombot és harapja, és akkor oda megy, és akkor a, nem tudom, ez furcsa. A vegyes táplálkozás, egy pici rántott csirke. Igen. Biztos ezért most megköveznének engem, mert azt mondják sokan, hogy dehogy igenis, hogy az a fajta kötődés. Szerintem van ugyanolyan kötődés, ami nem ilyen fokon így a mellhez. Nem tudom, abban van-e még tápanyag, tényleg. Azt nem tudom, azt én sem tudom meg, hogy mennyi. Na mindegy, jó, csak nem tudtam, csak olvastam, hogy volt valami nagy balhé, és mondom, úristen, kicsinált, mit csinált, hogy felborult 30 szoptatós anya. Igen. Demonstráló jelleggel, hogy akkor ők most üntessenek a szoptatást. És fura volt, hogy kimaradtunk ebből a balhéból. Kerestelek a fotókon, hogy ott vagy. Már nem értek itt. Fura volt, hogy kimaradtunk egyrészt a balhéból, hogy nem hozzánk vonulnak. Kettő, hogy ki mondott, mit mondott, rádióműsor, tévéműsor, megbántották őket, beszóltak, valóban rosszat mondtak, vagy csak valaki azt mondta, hogy itt nem lehet szoptatni, de akkor egy túlvezérelt biztonsági őr. Volt a dologban. Mondtad, hogy mondani akarsz még valamit? Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy a pénzügyőrök különböző próbavásárlásokat tartanak, emlékeztek rá, hogy igen, a plasztikai, mennek mindenhova. Így van, plasztikai sebészet, mindenféle dolgot. Hát most egy újabb, egy harmadik kerületi lakótelepen illegálisan működő Tetkó szalont sikerült csőbe húzni. Hogy ez is hogy működött aznap reggel, hogy na, akkor gyerekek, ki lesz? Ki lesz az a versenyző, aki varni fog? De varatni fog? Hát csak de akkor mit tudod. Hogy now forever? Ez mondjuk ez kicsit az egy bukta veszély. Valami motoros szimbólumot varatott föl magára, senki nem tudja, hogy mi. A harmadik kerület egyik lakótelepén működött. Ez illegálisan a tetoválószalon, tehát bement egy olyan helyre, ami azért csak a bőröddel játszott, csak van egy egészségügyi kockázata a dolognak, felvaradt ezt a dolgot, megnézte, azt mondta, hogy nagyon szép lett. Király. Király. Jaj, király. Viszont nincs számla. De. És varratott magára tényleg valamit. És varratott magára egy tetkót, de mivel nem kapott számlát, és egyébként a helynek nincsen rendben az engedélyezés, ezért most ott tartanak, hogy 200 000 plusz vagyonosodási eljárás az emberünk ellen. És akkor eltávolítatja? Nem, tehát azt nem lehet. Van ilyen lézer. Nehezen tudod, csúnya lesz. Igen. Nagyon csúnya lesz utána. Tehát rosszabb. Hát akkor egész jól járt. De ezt reggel vajon sorsolják? Na, ez a nagy kérdés, hogy megkérdezik, hogy akar-e magának valaki egy tetkót? Igen, fogászat, mit tudom én, igen, de röntgen, és akkor tetkó? Meg ez bizalmi kérdés. A fogorvosod is bizalmi kérdés, meg a tetkózás is bizalmi kérdés. Nem esel be akárhova, ha csak nem nagyon részeg vagy egy ilyen hajnali órában, hogy a barátságjelünket varassuk föl mindannyian, az oké. Okay. De egyébként ez bizalmi kérdés, hogy tiszta helyre mész-e, olyan helyre, ahol tudod, hogy meg tudják csinálni. Hát évekig mesélték az egyik híres magyar énekesnőről, aki beleszeretett a japán szimbólumokba, és bement egy tetkószalomba, és mondta, hogy az ő nevét varják föl a kereszt nevét. És utána föllépett valahol, egy kis tobban, meg egy kis szoknyában, és egy nagyon röhögő japán turista csoport állt mögötte. És megkérdezte, hogy mi van, hogy mi a probléma. És mondták, hogy nagyon jó, hogy Tokió van fölvarva a fenekedre, vagy ide föl. Tokió. Fölrakadta, hogy Tokió. Hát, ő nem ezt akarta. De ki tudja ellenőrizni, hogy hogy a neve betűit, a keresztnevének a betűit fordítsák. Őről jön, nem ananászos csirke volt. Nem rizse vagy sushi, vagy nem, az a nigiri. 3 darab nigiri, meg 2 sashimi, tudod? Tehát jó, hogy nem ezt rakták. Vagy magyar énekesnő? Igen. Ki volt az? Nem mondom meg. De tudod a nevét? Persze. Kérdezzük meg. Kérdezzük rá, Bolincs, elég a Bolincs, azt majd mi mondjuk, hogy az. Idősebb? Én is. Nagyon. Nagyon idős. Nagyon idős.
Na mindegy, úgyse fog, ki az, aki, ki az, aki tetováltat? Sokan, nem sok, sokan, nem sokan, sokan, nem ezt nem fogjuk. Tóth Gabi azért őt még az idős kategóriába. Ő egy idős. Csak Terel, Terel szerintem. Terel szerintem a Feri. Igen, érdekes egyébként, hogy nem mit be nem dobnak, és akkor majd, mit tudom, amikor kimegy majd a strandra, vagy nekivetkőzik egy zuhanyzás előtt, vagy stb., és akkor ránézett, tehát akkor el, és akkor én elégedettem végsimit. Jaj, Istenem! Előléptetés! Ezt a mindenit! Hát ez kemény, és ez tényleg hogy dől el, vagy jó reggel náluk? Sorsolás alapján, beajánlás alapján, vagy te válasz bizonyos dolgokat, és ha te akarsz egy... Vasszony egyébként úgy volt, hogy ő akart egy tetkót. Uh-huh. És akkor ő ment a főnök. És ő ment el, hogy ő szívesen csinálna egy tetkót, igen. És akkor ő megcsináltatta magának a tetkót, de nem kényszerből, hanem ő egy olyan navos dolgozó volt, aki valójában akar hát magának tetoválást. Ő megcsinálja, és utána még ugye hát lebuktatja a céget, hogy nem ad számlát. És hogyha valaki akar, hogy tudom én egy kacsaszájat magának, vagy egy melplasztikát, vagy nem tudom mit, akkor oda megy, és akkor megcsináltatja? Vagy egy zsírleszívást? Beszéltünk is navosokkal, amikor egyszerre ment el két kolléga, és ott az egyiket megtükrözték. Igen. És ugye anyalányát hozták. Igen. Hát arra emlékeztek? Pár évvel ezelőtt volt. Két navos kolléga együtt ment el nőgyógyászati vizsgálatra, és magárendelése volt a dokinak, és arról szólt, hogy anyalánya párost hoztak, hogy ne legyen feltűnő. És kiderült, hogy mamának kell egy urológiai vizsgálat, vagy tükrözés, vagy bármi. És benn maradt a lánya. És benn maradt a lány, hiszen ő a lány, és végignézte, ahogy megtükrözik. Emlékeztek erre? Igen. Igen. Nem tudom, hogy melyik lennék, a kolléga vagy aki végignézi. Aha. Azért inkább a kolléga, aki végignézi. Nem? Mint a tükrözés. Szóval végignézed a kolléganődet, mint a saját anyádat, ahogy megtükrözik. És utána kiderült, hogy a doki nem adott számlát, hogy feketén dolgozott, és nagyon, nagyon nehéz lett belőle. Képzeld, hogy kicsúszik, hogy ijúj, Erzsike, de durva, illetve jó anyuka. Erzsike, erről nem is panaszkodtál benne az irodában. Mi? Mit? Mit? A doki megnéz, hogy mit hallott, mit hallott. És kiderült, hogy aztán anyalánya játszott. De ment már terhes is úgy, hogy valódi ultrahangvizsgálatra kellett mennie. Hát, hogy ez érdekes. Hát akkor lehet, hogy tényleg úgy van, hogy mi ugye arra gondoltunk annak idején, hogy bejön a vezér, és ő leosztja, hogy igényt kell bejelentened, hogy te mit szeretnél, és akkor oda küldenek. Tehát műcicit, tetoválást, nem tudom, ultrahangos vizsgálatot, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor nézzük meg két azt. Két bárt keresztbe, középen pajzs, SZIA feliratta. Neked navosnak kéne menni a revizornak, rájöttem. Egy csomó mindent megkapnám, egy csomó mindent megcsinálhatnál, ha lebuktatod a céget, még egyébként kapnál jutalmat is. Aha. Egy csomó mindent kifizetnek neked, mert ugye hát azt nem te a saját pénzedből csináltatod meg, hanem nyilván van egy keret, amit a navosok erre elkölthetnek, mondjuk egy hónapban, amit ugye elmennek fogorvoshoz. Elmegyek a Ripperékhez az artista iskolába, és az megtanulja a kézenállást, és hogy nem adnak számlát, amikor a havi díjat befizetem, akkor! És akkor csapsz le! És tök jó lenne, mert senki nem tudná, hogy abba hagytad a rádiózás, azt hinnék, hogy tévézel vagy valahol, de már kiderül, hogy egy éve navos vagy. És az összes dolgot magadnak megcsináltatnád, ingyen elmenni, gyúrni ide-oda, mindent, amit szeretsz. Honnan tudjátok, hogy nem vagyok egy éve navos? Mondjuk ez igaz. Nézzük végig a tetoválásaiban. Igen, holnap felhívunk valakit a NAV-tól. Schuller még ott van? Persze. Ha esetleg tudod nekünk nyilatkozni. És úgy hallom, hogy van egy új tetkója is. Most csináltatta éppen, viszont ő lett a holnap dolgozója azáltal, hogy lebuktatta ezt a céget. Tényleg, te nem vagy navos? Nagyon fura vagy te nekem, hogy egy fura vagy. Komolyan. Mindig mindenről számlát kér. Ugye mindig mit mond, hogy a könyvelőnek kell elszámolása a számla. Ugye? Bizony. Ez a fedő sztori. Igen, mert hogy mindenhol mindenről számlát kérsz, mindenhol nézed, hogy adnak-e számlát, szerintem te navos lettél itt. Téged beszerveztek. Igen, amikor azt mondod, hogy Haller utca, mindig visszakérdeznek. De mi van ott, hogy micsoda? Ott is van egy. Jó, ott is van egy NAV? Persze, igen. Fölsz, hiszen amikor mondod, Haller utcánál trafi. Értem akkor, hogy ezt miért csinálod. Van egy hallgatónk, hogy fölhívhatjuk, az Exxon NAV-nál dolgozik. Ilyen esetekben megkérdezik, hogy vállalják az adóellenőrzést. Tehát, hogy azt mondják, hogy oké, gyerekek, rászállunk a tetováló szalonokra, ki az, aki vállal tetoválást? Mm-hmm. És akkor bejelentkezik valaki, aki szeretne föltetetni magára egy tetoválást? De hát ez és kellemeset a hasznossal. Az évvégé, amikor, mit tudom én, 13. havit osztják, vagy mit tudom én, jutalmakat, akkor ez biztos, hogy beleesik valamilyen értelemben a latba. Tehát, hogy ezért hogy ez egy pozitív elvírálás, nem? Igen. Vagy lehet, hogy ez a jutalom. Igen. Nézd rám, Feri, nézd rám. Zoltán Erika?
Béna vagy, ne pókerezzél. Mit csináltam? Hogy? Jézus. De hogy? Hogy bukutam le? Te nehogy pókerezzél. Csak egy hallgató megírta, hogy Zoltán Erika, mondom, kiugrasztom, hogy nyújtott a pokorba. Azonnal leolvastam az arcodról, hogy Zoltán Erikáról beszéltél. Tényleg? Persze. Most már jöhetsz, hogy jaj, azért mosolyogtál, meg minden. Hívjuk föl Zoltán Erika. Kérdezzük meg. Zoltán, miről hívjam, hogy Zoltán Erika? Van a fenekeden egy Tokió felirat? Hát erre nem tudom fölhívni. Szia Erika. Az elmúlt 30 évben került a fenekedre Tokió felirat. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Nincs még itt Anna Trécse. De ez már itt volt, nem? Nem volt itt? Nem, akinek... Zoltán Erika volt itt a vonalban, de letett. Nagyobb megsértődött és letett, igen. Akinek az Excel NAV-nál dolgozott, hogy ez általában tényleg úgy működik, hogy vállalják-e. Vállalják-e az adott ellenőrzést. És évvégén, amikor a jutalmakat osztják, akkor hogy hívják, akkor jön az, akire mindenki büszke, és aki a legnagyobb jutalmat kapja. Van rajta egy tetoválás, meg vannak csináltatva a mellei, le van szívva róla a zsír. Érted? És gyakorlatilag minden hajbeültetésen esett át, stb. Az orra át van szabva. És ez azért jó, mert egyébként itt hallgató írja, hogy amikor leszedeted, akkor megint tudsz büntetni. Az mi ez? De akkor ne ugyanoda menjél azért, igen. És az se fáj semmibe. Szilvi itt van velünk. Hello, Szilvi, jó reggel! Hello, sziasztok! Neked napos volt az exed? Igen, igen. Hát ő még most is ott dolgozik. De és miért az exed már csak? Megbüntetett? Nem adta a számlát a vacsoránál? Nem tudtad igazolni a paradicsomot, hogy hol vettem, és elhagyott? Hát nem. Ő nagyon-nagyon a munkájának él, tehát ő abszolút ilyen teljesen hivatásbeli, és ez nekem nagyon-nagyon sok volt. Volt, hogy elmentetek valahol a hétvégén, nem dolgozott, nem volt szolgálatban, de nem kapott számlát, és azonnal jegyzetelt, kiborult, és visszament oda? De figyelj, de gyakorlatilag igen, visszamenni nem tudott, mert ugye nekik meg van határozva, hogy ki melyik területen mozoghat. De igen, és folyamatosan mondta, hogy hát ez is szabálytalan volt, meg az is szabálytalan volt, meg szóval Jézusom, nem egy egyszerű. De szörnyű lehetett, meddig voltatok együtt? Hát 2,5 évet. 2,5 évet? Igen. Akkor egész jól bírtad. De is mond. Azért egy palit bírni, aki azt hiszi, ezt is fel tudnám jelenteni, azt is fel tudnám jelenteni, ezt se a számát, azt se a számát. De figyelj, de tényleg nagyon durva egyébként, tényleg. De nem baj, figyelj, hát kellene ilyenek végül is, mert ez így teljesen nem. Valakinek ilyenek is kell lenni, inkább úgy mondom. És ő járt különböző tetováló műhelyek, ultrahang, mit fogorvosi szolgáltatást, tehát vett ilyeneket igénybe? Így volt ellenőr, hogy ki is ment helyszínelni? Igen, többek között igen. Őt például volt olyan egyszer, hogy Flabelosra akarták elküldeni, és közölte a felettese, hogy ő nem fogja a segét rázatni. El akarták küldeni egy órára, hogy menjen el egy órát, vegyen igénybe? Így van, hogy választhat, hogy Flabelos vagy Solarium, és akkor mondta, hogy akkor inkább szabadnak. Nem mondod komolyan, tényleg? De és akkor azt is megmondják egyébként, hogy ide menjél ebbe a szoláriumba, vagy azt mondják, hogy te vagy ma a szol is, menjél és szúrópróba szerűen barnuljál hülyére, ellenőrizre, mit tudom én, 10 darab szoláriumot Budapesten. Én úgy tudom, hogy meg is mondják. Tehát meg is mondják, hogy hova menjél. Igen, ezekről tudok. Meg még sok mindenről, de azt nem. Aha, és vissza tudod utasítani? Tehát mondhatod azt, hogy te ezt nem? Hát ugye például ezt a Flabelost, ezt visszautasította. Tehát ez például igen, tehát van nekik ilyen választás. De mondta, hogy spinningelni nagyon szívesen elviszem. Vagy manikülösöz. Vagy egy műszempillát viszont nagyon szívesen felrakad. Igen. Hát neked se lehetett mellette könnyű. Volt olyan, hogy bárhol értél hozzá, akkor mindig felsziszed. Az csokicső! Az figyma piercing! Ezekre teljesen rávehetetlen volt, tehát nem, egyáltalán nem. De hát... És akkor a klasszikus, csak az éttermek, a lángososok, a hekkesek is hasonló? Hát szerintem ebben inkább csak az a durva, amikor valaki a saját lakóhelyén és környékén ellenőriz. Tehát az már húzós. Mert ugye utána ott mozog civilben is. Kicsit érzem a keserűséget a hangodban. Mondtad, volt, hogy a kezét elrángatod, gyere már, hagyjad már őket, hagyjad már a szomszédaink, legalább őket, ne? Volt ilyen? Hát, volt olyan, hogy jó, ide nem mehetünk be, mert itt már ezeket megbüntettem. Oda nem mehetünk, mert azokat is mehetne, szóval szerinted. Vagy bementetek az zöldségeshez, és már előre mondta, hogy ma nem dolgozok. Ma mindent megbocsátok. Megadták és gyorsan be is zártak, tudod? De kemény. És ez milyen végzettségkel, vagy neki mi volt, hogy az ember revizor legyen? Érettségivel elindulni. Igen. És ő még mindig csinálja? Igen, úgy tudom, igen. Szeret. Akkor ezt szereti, tehát ez kell egyfajta véna szereti. Azért, nem? Igen, ehhez biztos, hogy kell. Tehát én például én ilyesmi munkát nem tudnék csinálni, hogy mondjuk például, mint egy ilyen navos, vagy mondjuk az ellenőrök, ugye a BKV ellenőrök. Nekem ez nem. Tehát én ilyen élni és élni hagyni elven vagyok. És én azt gondolom, hogy
hogy mindenkinek meg kell találni a kiskaput, mert olyan világban vagyunk. De egyébként, hogy csináltatott egy tetoválást 30 ezerért, és ő azt kifizette 30 ezerért, utána neki azt a navod adja, mint költség, nyilván, nem? Tehát, hogy ő ezt nem... nekik van egy előre meghatározott keret. Egy keretösszeg. Aha. Igen. Igen, ezt egyébként a navosok csinálnak ebből titkot, amikor nyilatkoztak ezen témában, elmondták, hogy mindenkinek van egyfajta kvóta, egyfajta keretösszeg, és azon belül te mehetsz előre. Azon belül tudnak mozogni, igen. Tudnak mozogni, igen. Haj. És 2,5 évet voltatok együtt? Annyit. Aztán rajta kapott valami? Igen. Én igazából én mondtam, hogy nagyon bolond, mert én nagyon jól korruptálható lennék, tehát nem sok mindent meg lehetne beszélni. Ha én dolgoznék az ő szakmájában. És olyan volt, hogy átjöttek a barátai, akik szintén navosok, benéztek a hűtőbe, és utána elkérték a húsnak a számláját? Hogy ilyeneket nem vettél észre, hogy pistukám, honnan van ez a házi mozi rendszer? És egymást ellenőrizték, ilyen nem volt? Bélszín. Aha, értem. Nem, ilyen azért nem. Nem nagyon találkoztam kollégáival, szerencsére. Hát, vagy nem tudtál róla? Az is lehet. Az is lehet egyébként, igen. Na jó, hát ez érdekes egyébként. Igen, hát lehetne erről szerintem holnap reggelig mesélni. Ha egyébként valaki tetováláshoz, szalomba, tetováló szalomba megy ellenőrizni, akkor az orákulum, a hang, az arc, az elosztórendszer feje reggel megmondja, hogy mit varrasson, vagy azon belül azt varrat, amit akar? Hát én azt gondolom, hogy szerintem azt, amit akar, csak ugye magában a napi kvótába féljen bele. Aha. Tehát ugye abba a bizonyos összegbe. Nincs egész hátas tetkó, érted? Igen. Az nincs, az csak kicsi. A színezés nem kérem. De műkörmözés ugyanúgy működik. Ebéd, egy kávé. Hát, tulajdonképpen reggeltől estig dolgozol. Nem olyan rossz ez a meló amúgy, hogy belegondolsz. Ha belegondolsz, hogy mindent fizetnek, van egy kereted, de elmész, megcsináltatod a fogadat, neked a fogad rendben lesz, de közben még te ellenőrzés. Effektíve nincs költséged, nem? Nincs. Nincs, tehát, hogy megveszel dolgokat, nyilván elhasználod a havi kvótát. Igen. Privát dolgokat is megvesz. Tehát mondjuk én elmegyek bevásárolni, nyilván mire vehetném meg, én ellenőrzök ugyan egy kis közértet, amit megláttam, de én magamnak bevásárolok. Nem, azt utána, ha jól tudom, akkor azokat az árukat vissza kell adni. Na jó, de mi kell adni, meg a fogadat, nem fogadat. A műkörön a szolgáltatás maga nyilván nem, azt nem visszaadhatod. Hát az nehéz volna, igen, vagy ha vissza tudod adni, akkor az ott már úgy necces, tehát akkor nagyon rosszul rakták fel azt a körmöt. De erre is megvan, tehát azért a nagymamának a hétvégi bevásárlását ebből nem lehet megoldani. Ah, tehát nyilván ez is szigorúban ellenőrzik. Igen. Azért az egészségre is azért van a káros hatásai, nem? Mondjuk ma már ez volt a 20. kávé. Utána még mehet gyógyszertárba vérnyomás csökkentéért. Mi történik, ha valakit kupiba küldenek, gyerekek? Hova? Kupiba. Menni kell. Akkor menni kell? Menni kell. Akkor van mosoly. Hát nem, erről nem tudok, hogy ilyenre az énekemet küldték volna. Nem tudok róla. Nem mondja. Nem tudok róla. Tájmasszázsra, azt tudom, hogy akarták küldeni. Tájmasszázsra, aha. Arra, bang, masszázs, mi? Aha. Aztán, hogy mente vagy sem, azt már csak ő tudná megmondani. Csúszka masszázs, bum-bum befejezéssel, bum-bum finissel, ugye? Számla. Igen. Csoda, hogy elfelejtett elkérni a számlát, hogy elhozni. Te mivel foglalkozol egyébként, Szilvi? Hát elég sok mindennel. Én többek között műkörös vagyok, vendéglátós és ételfutár. És tájmasször. Igen, szerteágazó tevékenységek ezek. Igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Teljes kis csicsergős volt. Hát gyerekek, én akkor se tudnám ezt csinálni, ezt a melót. De ez azért egyfajta gyomor kell, nem? De bűnüldözés. Nem? Nem tudom, hogy bűnöző-e az, aki most egyszer nem ad számlát, ha sokszor nem. Ez is megítélés kérdése, tudod, tehát, aha, hogy így a felese tudja, de most hogy... például ez a tetoválószalon mindenféle engedély nélkül működött, soha életében nem látott egy még számlatömböt se, de messziről se. Így van, ha. Jó, hogy megbuktak, persze. Tehát aki így dolgozik, és nem tartja be azt, ami kötelező, azt nem baj, ha megbüntetik. Sőt, hát most ha én befizetem, vagy bárki befizeti, akkor fizesse be ő is. Tehát ez egy jogos elvárás, persze. Nem? Na, hát akkor meg hát ez mondjuk, ha ez szempont például, hogy egy olyan helyre mész, ahol mondjuk nem kell számlát adnod, és ezért olcsóbb, hát akkor ha így nézik, akkor rontja azoknak az üzletét is, akik egyébként adnak számlát. Igen. És ezért drágábbak. Igen.
Most a Flipper Múzeum látogatottsága viszont az egekbe szökött, azt olvastátok? Szerintem ez egy hack volt. Brutális. Kétszer-háromszor többen voltak a Flipper Múzeumban, mert ugye, hogy hát be akarja záratni a NAV, mert nem volt ott a Flipper gépeknek engedély, vagy nem tudom. És állítólag brutális. Tehát azóta mindenki a Flipper Múzeumba akar eljutni. Ők ezt jól kitalálták. Ez egy jó média hack volt. Így büntesse meg bennünket a NAV, és nagyon sokan lesznek a Flipper Múzeumban. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jönnek mindjárt a nap legjobb pillanatai. Előtte egy pici reklám, aztán itt vagyunk már is. 3-4-10 lesz pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk. Szűcs Judit. Bíróica. Kardabát. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel beszélgettünk az elszabadult hullámvasútról, mert hogy a vérhullámvasút a faszkányát öntudatára ébredt, és elszabadult a hétvégén. És hát beszéltünk már, hogy hogy tud ez a magyar nagyon veszélyes, hihetetlenül híres hullámvasút elszabadulni. Kiderült, hogy nem ült benne a kezelő, nem nyomta senki a féket, és ezért elszabadult a hullámvasút. És majdnem hány kilométer per 70-nel ment a 30 helyett állítólag. 50 év alatt volt egy jó kör, gyerekek is. És sajnálhatja, aki kimarad belőle. Sajnálhatja, aki kimarad. Erről beszélgettünk kora reggel. Valamint ugye, hát aki tudja, hogy mi történt hétvégén Kámban, annak biztos, hogy ismerős a dolog, mert hogy a Saul fiáról beszélgettünk, Sipos Gábor producerrel, óriási siker érte, nem csak szerintem a magyar filmvilágot, hanem az egész országot, mert azért ez nekünk is nagyon-nagyon jót tesz. A zsűri nagy díját kapta meg Kámban, ugye a filmfesztivál záró akkordjaként a Saul fia című film, és hát ez mindenféleképpen azért egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon fontos dolog, úgyhogy beszélgettünk Sipos Gáborral, a producerrel, arról, hogy hogy élték meg a Káni tapsót, hogy élték meg a vörösszőnyeges bevonulást, és mikor láthatjuk mi magyarok ezt a nagyon fontos filmet. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc múlva, pontosan 10 óra. Istenem, Csepreg Éva? Csepregi? Uh-huh. Balázs Klári? Uh-huh. Ki tetováltatott Tokiót, aki nekére tudni akarjuk. Nem ezt akarta, csak ez sikerült. Ja, igen, nem, igen. A Csabi. Azt hitte, hogy valami nagyon durva. Kap Csabi, álló, jó reggel. Jó reggel, ott pont nincs. De tudod, hogy kinek van Tokió tetoválása fenekén? Nem vagyok sem. Ekkora arc a televilágban, hogy mindenkinek láttam volna fenekét, úgyhogy nem. De most köztetek zenészek között ez így megy, mert hogy ő is zenész. Azért kérdeztem, hogy hát, ha így tudjátok, hogy mit tudom, én idősebb énekes. Így ez így kering ez a legenda. Énekes vagy énekesnő? Énekesnő. Énekesnő. Énekesnő, és ez van rátetováltatva a fenekére. Közvetlenül az öreg bánya titkosfélhatalom. Nem tudom, de belgásokat kellene megkérdezni, hát ugye ott van a Tokió, és lehet, hogy egyszer alkotott egy akkorát, hogy valaki a nevét a bácsoljára tetováltatta. Mi újság, Csabi? Jó vagy? Fú, ez a hétvége nagyon hosszú volt, hogy nektek nem? Nem. Mi nem tudtuk megunni. Nem? Én sem. Nem úgy jött. De jó volt. Jó volt. Jó. Tényleg. Erre jártál. Külföldön. És ott is jó volt? Ott volt jó, igazán. Ott volt jó, igazán ott volt jó. De ezt az egyszer esik, és akkor hideg van, egyszer viszont olyan napsütés van, hogy nem bírsz a napon megmaradni, ezt nehezen tűrtük, és 26-szor indultunk neki, most akkor kimegyünk focizni. Kimentünk focizni, hazamentünk, mert esik. És akkor kimentünk focizni, mert nem esik, kimegyünk hazamegyünk, mert esik. Ezt csináltuk a hétvégén. Ez nem lehet. Miért nem vittetek esőkabátot? Jó ötlet, legközelebb így megyünk. Ha már úgy is ki vagy. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Nem hívjuk a nap hallgatóját. Jó, oké, okay, megpróbáltuk. Csabikám, remek zenék? Mind a mellett, hogy remek zenék, mondom, hogy folytatódik a Klassz Nyár 2015. Kire lehet jegyet nyerni? Na most akkor találgassam. Várjál csak. Robbie Williams. Képzeljétek el, hogy ugye ebben a sorozatban a legnagyobb nyári bulikra, meg a legjobban várt eseményekre lehet. Forma 1, Violetta, Avicii, David Guetta is. Most ezen a héten a Feri eltalálta Robbie Williams. Hát, tudod, miért nem találtam? Mert pénteken mondtad. Na, ugye, ennyire jól emlékszem. Nem tényleg. Sikerült az agysejtjeidet elpusztítani ezen a hétvégén sem. Hogy? Úgyhogy minden órában itt a Kívánság műsorban ezen a héten páros belépő Robbie Williams.
koncertjére, úgyhogy ennyi, figyelni kell, hallgatni hűségesen, kitartóan, és amikor jön az adott pillanat, amikor Robi megszólal, akkor gyorsan telefonálni. És közben hozok egy olyan friss klasságert, ami szerintem nektek tetszeni fog. A Matt Con zenekar az megvan, ugye? Hogy ne lenne? A Beginnel futottak be annak idején. Most egy amerikai ilyen dalszerző énekessel alkottak egy nagy ötöt, úgy hívják, hogy Ray Dalton és Don't Worry. Ez a közös klasságer címe. Istenem, de jó volt. De Robbie Williams, meg Avanci, mindenki megvan, de Violetta mi? Ez egy argentin tévésorozat? Ez mi? Figye, most akkor a tinisztár, hogy valami hihetetlen, nem lehet rá jegyet kapni. Komolyan? Aha. Ő az argentin tinisztár, aki sorozatban szerepelt, és abból lépett ki, és abból... Van egy sorozat, ami az a Violetta? Az ugyanaz a Violetta? Ugye ez egy ilyen zenés műsor, vagy sorozat, és ott vannak dalok, és ezt adják elő, hát erre épült egy ilyen előadás, és először csak egy koncertet terveztek, aztán még egyet. Aztán most beköltöznek erre a nyára Magyarországra. Komolyan? Ennyire zabálják? Négyszeres teltház van az arénában. Figyelj, nem hiszed el. Szóval atya is. Elég nehéz jegyeket szerezni, de hát ugye. Na, a klasszik. Na, kinek van jegye? Úgyhogy érdemes ugyanis, mert előbb-utóbb a Violettára is. Jó, van Zsuzsa. Oké. Csabikem, köszi, hogy elmondtad. Csabi, jön a kívánság műsorról, 555-55-00, ez a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.